Akkor folytatjuk. Tudat. A tudat az, amelyen keresztül leghamarabb változást tudunk generálni. Ez nagyon-nagyon fontos. Amit itt láttok, van itt egy mutató. Ez az alapábra, amit felszoktunk rajzolni, hogy ott a test, lélek, kiárad a szellem, és ez a tudati szféra, ez átlagosan egy méter, de csak hogy be tudjuk határozni, hogy valahogyan ebben a körben, és leghamarabb ez az 50 cm, ha kinyújtom a kezem, itt magam előtt, a mellkas előtti térben nagyon erőteljes észlelő központ van. Ott van ez a tojás fehérje, és belül van egy rózsaszínű pötty. Ez Grigori Gravoly határozta így meg, tehát mindenki egy tudati szférába benne van, de mondom, ezt csak úgy nézzétek, hogy ez egy alapszint, hiszen ez, akinek Isten tudata van, ennek a gömbnek nincsen vége. Az egész világgal egybe van. Csak hogy a hétköznapi értelemben is megszokott adni egy méter átmérőjűt, egy három métereset és egy öt métereset. Bocsánat, sugarú. Tehát egy méter sugar, három és öt méter, ami a hétköznapi embernek az életére nagyon hat. Az öt méter sugár, azt gondoljátok el, hogy ez mekkora. Az öt méter sugarú szféra, amiben még közvetlenül hatásod, te tudod irányítani az eseményeket, amit látsz így a szemeddel. Tehát az 5 méter felfele, lefelé rengeteg technikát erre vonatkoztóan adja, és hogyha itt kint történik valami, ez most lehet egy diagnózis, lehet egy családi állapot, lehet ez egy információt, most az a gömb, az a rózsaszínű gömb. Bármi, ami történik, és ugye ilyen milliónyi van körülöttünk, az kapcsolatba kerül az én tudatommal, tehát itt valami történik, egy pillanat töredéke alatt annak a fénye, és akkor így megértitek, elérkezik a tudatomba, az is akár, hogy fogat lehet növeszteni. Ez a hír, ez az információ, ha én beengedem, mégpedig úgy engedem be, hogy lehetséges, bekerül ide a tudatomon belülre, és én egyetértek vele, és ez az a tételmondat, hogyha ezt megjegyzitek, hogy a tudat számára mindaz, amit önmagában érzékel igaznak, az számára valóság. Tehát, hogyha befogadja a tudat, hogy a fog növesztése lehetséges, hogy lehet meggyógyulni ebből és abból, hogy az ember örökké való, akkor a tudat elkezdi, ugye ez az én tudati szférám, és van benne egy aktív tudati terület, itt jön ez a tojásfehérje. Ennek az adott dolognak, ez az ábra egyébként egy négy lépcsős, csak egyet hoztam ide, ez úgy történik, hogy rám hat, megjelenik az optikai képe, ez az, amit lát Grabovoly. Ezt valahogy én próbálom nektek úgy megérteni, hogy ez történik a valóságban. Jön az információ, a tudat ezt lereagálja, egy fénylő jelet, mint ott van az a tojásfehérje, ezt fogja létrehozni, és utána, ha egyet ért vele, akkor már is elkezdi ezt befogadni, és a folyamat az úgy néz ki, figyeltek, egy szüntelen kölcsönhatás, erre is van egy számadat, hogy mennyi idő alatt, érkezik az információ, a fény, kapcsolódok vele, kiadom. És már itt van egy újabb szféra. Fáj a fejem. Még mindig fáj a fejem. Bejön, még mindig fáj. És így haladok előre. Ez a, tulajdonképpen így épülnek ki az eseményeink. Csak ugye ez nem lineárisan, hanem rengeteg minden dolog érkezik. A tudat kapcsolódik vele, és mi ide azért tettük, ez egy ideális állapot, mert hogyha valaki elfogadja mondjuk, hogy zuhan a repülő, és most akkor itt a vége, akkor itt nem ilyen harmonikus szféra fog létrejönni a tudat számára, hanem egy másik, ezért mondtam, hogy a fény jeleket a tudat geometriailag lehet, hogy egy henger jön létre. Egy nem annyira kedvező, mert a szféra mindig a tökéletes. Az egy tökéletes isteni konstrukció. Ide egy más tudati formát vesz fel, és amikor érkezik és lát az ember, és itt jön a lényeg, egy negatív dolgot, és ide ő bentre elfogadja azt negatívnak, hogy ebből nem lehet kigyógyulni, ez van, hát pusztulni kell, akkor ő folyamatosan ezt fogja kiépíteni. Tehát itt az a fő ábra annyi, hogy érkezik, ha itt negatív dologként fogjuk leképezni, mi mindig azt nyilvánítjuk meg. Mert ilyen gyors a folyamat, így. Állandóan kapom, észlelem, kiadom. És ez az egyetértés szintjén, a gondolat szintjén is megjelenik, hogy elfogadom vagy nem. Az elmúlt két év szerintem megmutatta azt, hogy ki az, aki
Ugye nagyon sokféle hír terjedt, hogy mi lesz az emberiséggel, mi lesz fél év múlva, mi lesz azokkal, akik ugye koktélt ittak, hogy, és amikor belül te ezzel nem akarsz azonosulni, megtanultak, és nem akarsz azon, hogy belül érzed, hogy ez nem történhet meg, ez nem történhet meg, ez az úr, én most a katasztrofás is állapotát mondom, én ezt nem engedem be a tudatom, az egyébként nagyon sokan, és hozzánk járnak így többen is, hogy Gyuri, te mit érzem, mondom, én ezt így most, hogy nem érzem. Nem. Ez így nem lehet. Én nem értettem vele egyet. És amikor az ember itt ezt a jelet, értitek? A negatív jelet te átalakítod normává, mert nem akarod, hogy ez megtörténjen, de ez egy ilyen védő, lehet sok mindent mellé köríteni, hogy egyfajta ilyen lélekvédő közeg, nem akarsz ezzel találkozni, nem akarod látni azt a pusztulást, sok-sok mindent lehet ide mondani, de mégis, amikor az ember minden negatív helyzetből a jót kezdi el észrevenni, azzal ő tulajdonképpen irányítja a valóságot, és akkor itt a kulcs. Hogy ez a kulcs, ez a valóság irányítása, tartom a pozíciómat, egy olyan távcső, csak kinézek, voltak ezek a kis, tudjátok, forgattuk, színesek, és ott én mindig a jót látom. Minden élethelyzetben, a te saját életedben. Lehet, hogy lesznek közben persze zökkenők, és itt jött egy-két kérdés, és át is adom Zolinak a szót, mert ő nagyon jól használja ezt a igaziból a tudatot, mert ez a kulcs, hogy segítsünk azoknak, akik ezt nem értik. Hogy lehet egyetemesen egy tanácsot adni annak, aki most tényleg szorult helyzetben van, ez minden élethelyzetet illethet. Ő neki magának kellene ugye a lelkének a fénylő útjára járni. Ezt mondtam is, ez is ezt itt el akarom mondani nektek, hogy a lélek valójában mindig az isteni utat járja, mindig kivétel nélkül, ő nem engedi be a negatívat, hanem visszavonja a fényét, hogyha az ember nagyon a szürke zóna felé megy. És ha a szürke, sötét zónába megy, vannak ennek fokozatai, a lélek egyre kisebb szinten pislákol, de még akkor is ott a szikra is meggyulladhat. De ő, tehát valójában, ha életellenes dolgokat és negatív dolgokat látunk az egyén életében, ott a lelke, a lélek fénye, az isteni fény nincs jelen. Azért, mert a lélek nagyon picin világít már, és hogyha ezt a hasonlatot elkezdjük megérteni, akkor rájövünk, hogy a tudat, tehát ezért kulcs ez a tudat, hogy tudatosítsam, vagy az érzés, amit mondtam, hogy érzés szintjén érzitek, és ez egy kimondott szóra vagy gondolatra is igaz, hogy rendben van, akkor most ezt korrigálni kell. És Grigori Grabovi ugyanezt mondta, hogyha valaki vétkezett, bűnt követett el. Pontosan, mint Jézus és Mária Magdolna esete, ugyanez. Ez volt, de mostantól kezdve ne vétkezz. És ő ugyanazt mondja, hogy semmi gond, tanulj meg normalizálni, és több, és haladj a lelked útján. Mert a tudat felfogta, és onnantól kezdve már nem akar oda menni. Egy kicsit enyhítek ezen, mert a hétköznapokban ezt megvalósítani, Petro úr azt mondani, emberek vagyunk, csetlünk, botlunk. Mindenkinek vannak hibái. Értitek, egy kicsit lejjebb vittem az isteni tudati embert, hogy ne legyen nagyon távol ez az a tökéletes minta ember, mert afelé közelítünk, de mindig Arkadij Petro az, aki egy kicsit így a mencsvárunk, mikor azt mondja otthon, lemorzsázok. Hát ez publikus, mindenkinek elmondta, és oda jön a feleségem. De csak írod a könyveket, ma meg mi van itt ez a morzsát, hogy néz itt ki minden? Hát akkor, azt mondja, hát akkor írjatta a könyveket, most ezért igen, összevesz, megszíd, ezért, meg azért, de azért milyen jó néha az a puszi. És így kiegyenlíti azt, hogy ő még azt is hozzáteszi, hogy a nő férfi nélkül most a 3D-ben, hát... És nyilván ezzel nem akarok segítséget, csak ő azt mondja, úgy a teljes. Ő azt mondja, hogy nincs az a bolond férfi, aki ne találná meg a bolond másik felét. Tehát, hogy meg fogja találni. Annyira szépen egy kicsit másképp, de úgy mondta, de ezzel egy kicsit ki akarta ezt, hogy nem vagy te olyan szerencsés, hogy ne találnád meg a másik felét, hogy meg kell, hogy találjad itt, most. Mert együtt, és mindig mondja, amikor megköszönöm neki a telefonba, hogy köszönöm szépen ezt a sok tudást, meg a könyveket, én köszönöm nektek, nőknek, hogy viszitek ezt tovább, mert rajtatok most óriási a felelősség. Tehát a nőkről nagyon sokat beszél, de nyilván vinni, és ezért mondja, hogy nők, nektek kell minket segíteni.
Így, mint a... És milyen érdekes, hogy ezek az oktatók mind férfiak egyébként. Tehát akiket én itt felvonultattam, és az összes több is, mint férfi. De valahogyan így, hogy harmonizálni a kapcsolatokat. Nyilván van olyan, hogy szétvállás, ez is benne van ebbe a tanításban, de még visszatérve oda, és ott befejeztem, másoknak úgy tud segíteni, hogy te küldhetsz neki ilyen szférába csomagolt, ez az ábra arra is jó, hogy te itt vagy, itt megfogalmazod a célt, egy gömbbe, egy szférába teszed, és beleteszed, hogy örök élet például vagy. Hogyha kritikus esetben van az illető, akkor konkrétan ez a szó, értsél vele egyet, hogy feltámadás, mert van olyan, hogy feltámasztani kell valakit, mert nagyon a mesdjén van. Elküldöd ezt az információt, vagy vannak ugye úgymond enyhébb fokozatai, hogy csak boldogság szférát kell neki küldeni. Ha úgy megjegyzitek, hogy minden, ami a lélek alapvető minősége, az alanyi jogon jár, mindenkinek jár, nem kell engedélyt kérni, de... Mert jár neki. Ezt külön megkérdezték Grigori Grabojtól, hogy segítsek a másiknak, ha ő nem akarja. Lehet-e neki az örök élet szféráját, és ez a legerősebb információ, az örök élet gömbjét, szféráját elküldeni, ha ő nem akarja, és nevetett. Elnevette magát. Hát ez pont olyan, mintha azt kérdeznéd, hogy akarod a gravitációs erőt, vagy nem? Itt a Földön ezt senkitől nem kérdezik meg, mert alanyi jogon jár. Mert mindenkire egyértelműen vonatkozik. Az örök élet is elküldöd neki, ez egy technika. Megformálod, sűríted ezt a fényt, koncentrálod, látod, ahogy körbeveszi, vagy beleteszed a szervébe, körbe vonja magát, ezzel a szférával szellemi szinten átadod neki, vagy akár csak a tudást. Aztán, hogy az ő tudata, ez befogadja, akarja-e, választja-e, az már az ő feladata. Az már nem a te hatóköred. Sőt, a még súlyosabb esetek, amikor tényleg élet-halálról van szó, itt azért használom ezt a, mert így mindenki ismeri ezt a halál fogalmát, de erre a halál szóra a Grigori Grabojtól nagyon pipa lenne, mert ez egy levelezés hozzá, hogy halál nekem így megírta személyesen. Az a hölgy nem halt meg. Senki nem hal meg. Eltávozott. És senki nem azért hal meg, hogy egy jó ügyet szentesítsen ezzel. Halljátok, olyan levelet írt tényleg, mikor egy kérdést feltettem, tehát eltávozott. És így lesz a könyvben is írva, hogy eltávozottak. Másik térben vannak, de ők ugyanúgy élők. És az orosz kollégák nagyon sokszor már, én is már elég sokszor beteszem az anyagokba, nem csak azokra irányítunk, akik itt vannak, meg akik a Földön élnek, hanem akik meg nem testesültek, vagy már fizikai testtel nem rendelkeznek. És még a más fajoknak, civilizációknak is szó. Tehát mindenkinek egyetemes szinten. Na ennyi. Tehát elküldeni. Ezeket el kell, lehet küldeni, lehet másoknak segíteni, meg küldeni mindenféle erőteljes információszférát, mert van olyan, hogy kell a segítség. Lehet számsort is küldeni, van feltámasztásra is számsor. Itt most tényleg azt mondom, aki kritikus egészségügyi állapotban van, akkor konkrétan csomó ilyen esetünk volt, hogy ott volt összeesve a buszon, és akkor elmondta Marina Moroszkin, és akkor így már mindent tud majd mondani Zoli a számsorról. Számsor koncentrált gondolat számok formájában, 2, 1, 4, 5, 4, 3, 2, és az illető ott a metrón magához tért. Mondta, hogy orvos vagyok, amúgy az is, és közben küldte neki a szférát, és megtörtént, egyszerűen felállt. Úgyhogy, de mindig csak a teremtő segítségével lehet ezeket, azt hiszem, ez sem kérdés, ez is így van, és vannak olyan esetek, amikor bárki bármit akar innen csinálni, ha az ő lelke mást választ, más út, akkor ez megint az ő szabad döntése. De ettől függetlenül ez a fajta technika, amit átad Grigori Grabojtól, és még néhány évvel ezelőtt, meg most is, a legegyszerűbben próbálja megmagyarázni, hogy összefoglaljam, fényt keressetek a szervezetbe, ami legerősebb fényű, ott biztos, hogy jobb az egészség, és csomagoljátok a vágyatokat, a célotokat szférákba, és azt küldjétek. És arra is fontos, hogy küldjétek kifelé, vagy befelé. Tehát ez lehet oda-vissza. Meg a földbolygóra, meg ott leengedni, majd még ilyeneket fogok a végén. Na, és akkor bemutatom Zolit, Kovács Zolit, aki, vagy én kiállok, és akkor nem, te maradhatsz itt. Egy kis időt szálljunk már arra, hogy ő nagyon-nagyon lelkesen
nem csak követi, hanem gyakorolja is, és nagyon sikeres a privát életben is mindenféle irányítói technikákkal, és egy picit úgy közelebb hozza nektek, hogy akkor az ő értelmezésében hogy nyilvánul ez meg. Ja. Megpróbálom hétköznapi nyelvezettel. Az az én üvegem. Először is köszönöm szépen, hogy itt lehetek, meg itt lehetünk, és először is a köszönetnyilvánításé lenne a... Hogy... Így jó? Jó, oké. Hogy a világra megérkezett ez a tudás, ugye ezt köszönjük Grigorij Grabovojnak, hogy ez eljuthatott ide az emberiséghez, de ha jobban megfigyeljük ezt a dolgot, akkor rájövünk arra, hogy ez másként nem is történhetett volna. Tehát ennek ez a módja. És a másik köszönet meg Juditot illeti, hogy ide Magyarországra eljutott, mert nélküle, mivel nem tudok oroszul, ezért lehet, hogy nagyon nehezen jutottam volna hozzá ez a tudáshoz és információhoz. Jó, messzi. Jó. És ezért a Juditnak hálás köszönet, hogy ezt tényleg... Örülök, hogy rátaláltam. Igen, hogy ő rátalált, és utána ezt... Rávezettek engem meg magam, meg nem tudom. Igen. És utána, hogy ez a fajta késztetésed volt, hogy utána ezt meg kell osztani mindenkivel. Úgyhogy ezt nagyon köszönjük. És visszatérve ide a tudathoz, én egy kérdéssel indítanék így mindenkinek, hogy mit gondoltok, hogy létezne a világ az azt érzékelő tudat nélkül? Pontosan. Tehát itt megint meg is kapjuk a választ, hogy tudat nélkül nem létezne világ, és ezért, mint ahogy ott is látjátok a képen, az egész világ a tudatunkon belül helyezkedik el, és ugye a tudatnak is vannak különböző részei, amik ugye vannak az a tudat, az ébrenlét állapota, az alvó állapot, és a tudat alatti részünk, és tehát ezek a különböző részeket hogyan használjuk, hogyan használja az ember, ezt kezdi el ugye Grabovoj megtanítani. És ez az információ, amit ő átad tulajdonképpen, a tudatodat elkezdi tágítani. Tehát azzal, hogy ezzel a tudással, információval kezdesz el foglalkozni, pusztán csak lehet, hogy olyan szinten, hogy örökké valóság, ezt hajtogatod mondjuk magadban, azzal is a tudatodat már elkezded tágítani. És ez a tudás tulajdonképpen, mint az elején a Miklós is mondta, tehát ahogy a világ fejlődik, a technológia fejlődik, úgy a tudatunkat is hozzá kell fejleszteni, fejlődni a világhoz, különben elmegy a világ, mi meg maradunk. És ez tulajdonképpen ez a tudás a következős evolúciós szintje a tudatnak. Grabovoj pontosan így fogalmaz, hogy a jelenlegi tudatszintünk az a, úgymond, a gyűjtögető állapotban van. Tehát, hogyha belegondolunk, meg körülnézünk, mindig ez motiválja az embert, hogy legyen ez jó lesz még valamire, tehát hogyha megfigyeled magadat, ez mindenkinél működik, hogy bebiztosítsa magát ez a biztonságérzet azzal, hogy gyűjtünk magunk köré dolgokat, embereket, tárgyakat, eseményeket, bármit, akár emlékeket is, amikkel biztonságban érezhetjük magunkat. És a tudatnak a következő evolúciós szintje az irányítói szint, amiről pontosan Grabovoj beszél. Hogy nincs szükség gyűjtögetni magunk köré semmit, hanem amikor egy adott helyzetben, szituációban vagyunk, vagy egy eseményben, akkor abban a pillanatban cselekszünk, és megteremtjük azt, amire éppen szükségünk van. És ezt a technikát tanítja Grabovoj, ugye különböző változatokban, hogy hogyan lehetséges ezt megvalósítani. Tehát a tudatunk egy nagyon érdekes érzékelő szerv, mondhatni így, és nagyon keveset tudunk róla. Ugye a tudatot, hogyha most
lát, nincs itt ez a kép, de képzeljétek, hogy két részből áll, de tulajdonképpen az egyben van. Tehát az egyik az isteni tudatrészünk, a másik meg úgy mondom hétköznapi, ugye hívhatjuk úgy, hogy egónak is szokták, hogy szoktuk hívni. De nem Grabovoy. Tehát Grabovoy nem hívja így. Igen, tehát a Grabovoynál nincsen ego, hanem ugye úgy hívja, hogy a pontos és a pontatlan információ, tehát negatívot sem mond tulajdonképpen, tehát nincs negatív információ, csak pontos és pontatlan információ van. És hogyha a magyar nyelvet megfigyeljük, tehát pontosan kimondja, hogy fél elem. Tehát a fél elem információja az, ami abban a tudatrészünkben honol, úgymond, amit mi egónak hívunk, tehát nem teljes. Nincs meg az isteni része abba az információban. És pontosan itt a különböző technikákkal, technológiákkal azt csináljuk, hogy hogyan tudjuk ezt a fél elemet kiegészíteni, egészségé, tehát hogy egészé tenni. És ez a kettősség, ugye ez folyamatosan bennünk zajlik. Tehát ha megfigyeljük magunkat, ugye amit a Judit mondott, hogy Isten saját képére és hasonlatosságára teremtette az embert. És ha ezt megnézzük, akkor most az ember megjelenik a teremtő és a teremtett oldalon is. Tehát mind a két oldalon jelen vagyunk. És ugye most magatokban ezt egy kicsikét meg lehet érezni, vagy meg lehet figyelni, hogy ez mit jelent, ez milyen minőséget kezd el benned indukálni, hogy a teremtő részed és a teremtett részed. És ez mind a kettő egyszerre működik benned. És ezt ugye különböző technikákkal meg lehet figyelni, ugye erre is tanítja, ezt is tanítja Grabovoy. És tulajdonképpen a tudatot tanítjuk arra, hogy így mondjak pontosan Grabovoy, hogy lélekvezérelt tudatot hozzunk létre, tulajdonképpen az az istenemberi állapot. Lélekvezérelt tudat. És hogy ezt hogyan érjük el? Tehát ugye itt ez a jó kérdés, hogy itt ülünk, hogyan válunk istenemberré? ez egy nagyon jó kérdés. De ő pontosan megadja erre a választ, és nem csak választ ad rá, hanem technikákat, technológiákat ad rá. És az legelső része, ugye a tudatunkat el kell kezdenünk fejleszteni. Két részre lehet ezt bontani, a tudatnak a fejlesztését. Az egyik az ugye tudattágító gyakorlatok végzésével, ugye erre van konkrét könyve is Grabovoynak, amiben egy 31 napos technikát mutat, tehát 31 napra minden egyes napon különböző technikákat kell csinálnod, ezek nagyon egyszerű technikák, elolvasod és megcsinálod őket, és ezzel elkezd a tudatod tágulni. Ez az egyik változata, hogy a tudatodat elkezded tágítani, a másik, hogy a tudatodat elkezded fókuszálni. Tehát a fókuszálás által fejleszted a tudatodat. Ugye fókuszálás, mint koncentráció által. Ugye a tudat, mint egy fényoptikai eszköznek is hívja ugye Grabovoy, és hogyha belegondoltok, csak itt párhuzamot mondok a lézerfénnyel, ugye, és itt most nem látható fényről beszélünk, hogy a lélek fénye, ami bennünk van, azt elkezdjük fókuszálni, tehát elkezdjük irányítani. Mi történik akkor egy, úgymond egy sima fénnyel, hogyha elkezdjük fókuszálni? Ugye akkor kapjuk meg a lézer fényt, hogyha fókuszáljuk a fényt. De azáltal, hogy fókuszáljuk a fényt, azáltal a fénynek megjelennek különböző tulajdonságai. Tehát nem csak az lesz, hogy látunk ott egy pontot, hanem egyesekkel gyógyítani tudunk, attól függ, hogy fókuszáljuk a másikakkal, égetni a másikkal, tehát bármit meg tudunk vele csinálni. Na, ugyanígy működik a tudatunk is, amivel rendelkezünk, hogy ahogy a fókuszálási gyakorlatokkal elkezdjük fejleszteni, vagy a koncentrációs gyakorlatokkal elkezdjük fejleszteni a tudatunkat, elkezdjük ezt a technikát, úgymond, csinálni, hogy fókuszáljuk a fényt, és azáltal, ahogy fókuszáljuk a fényt, létre tudunk hozni, ugye a gondolati energiákkal különböző szférákat,
amelyeket utána kiküldünk az információs térbe. És utána ebbe az információs térben dolgozunk. És ugye itt mondjuk azt, hogy a Grabovoi előrelátó, meg látja a jövőt, meg ilyen dolgokat mondjuk, de hogyha jobban belemegyünk abba a technikába, amit ő csinál, szó nincs ilyenről. Egyszerűen ő az információs térből tud olvasni. És ugye minden, ez a toll is, ami itt van, ennek megvan az információs lenyomata, ugye ebben a térben, és ő ezt látja, ezt érzékeli. És onnantól kezdve, hogy ő ezt ki tudja olvasni előbb, hogy ez most le fog esni, mondjuk ezt ő látja, az információs térben az sokkal előbb megjelenik, mint mondjuk itt a valóságban, hogy látnánk ezt. Tehát ő tulajdonképpen csak megnézi, hogy mi történik egy adott eseményben, és azt leköveti, de az előbb megtörténik, mint ahogy itt a fizikai valóságunkban megtörténne. Ilyen egyszerű ez a dolog. Ugye? A cégbe, vagy hogy használod? Ez jó. Kettő, vagy számsorok? Jó. Számsorok, tehát még itt a tudattal kapcsolatban csak annyit, hogy a tudatunk is, tehát minden, ami körülvesz, ugye a tudatunkban van. És a tudatunk úgy működik, hogy meg a benne lévő tárgyak, és ugyanígy akár számsorok is, hogy ha egy beszűkültebb tudatállapotban vagyunk, akkor a számsorokat, vagy hogyha nézzük, még egyszerűbb dolgot mondanék, egy pohár vizet. Tehát, hogyha úgymond beszűkült tudatállapotban nézünk egy pohár vizet, beszűkültebb tudatállapotban, akkor mire tudunk használni egy pohár vizet, akkor elmondjuk, hogy hát meg tudjuk inni, mert akkor nem leszünk szomjasak, vagy le tudunk vele mosni ezt-azt. De hogyha egy kicsikét elkezdjük a tudatunkat tágítani, elkezdjük kvantum szinten megvizsgálni a vizet, egy magasabb tudatszinttel, akkor rájövünk, hogy a víz tulajdonképpen egy információhordozó közeg, amivel információt lehet továbbítani. Na, itt van az a pont, ahogy a tudatunkat elkezdjük fejleszteni mindennek. Mindennek, ami körülöttünk van, körülvesz minket, új aspektusa jelenik meg. És ezért kezd el a világ nagyon érdekessé válni. Mert kvantum szinten kezdjük el érzékelni a világot. És azáltal, hogy a tudatunkat elkezdjük kitágítani, kiterjeszteni. És ugyanez vonatkozik itt a számsorokra is. Valakinek a számsorok, mire való, mint a boltba, összeadunk két dolgot, két alma, az két alma, kész. De hogyha a számsorokat is elkezdjük ugye ezzel a magasabb tudásszinttel vagy tudatszinttel megvizsgálni, akkor a számsorok teljesen másra is lehet használni. És ugye még itt pontosan, amit a Judit is mondott, hogy ott a megmentésnél, hogy ott mi történik. Hogy ha eljutsz egy bizonyos tudatszintre, és hogy az információs térben információt tudsz eljuttatni a tudatodon keresztül, akkor meg tudod változtatni az eseményeket. És akár azt, ha egy kóddal úgymond, egy számsorral teszed, akkor azzal teszed. Ha azt egy szférába csomagolod, és egy szeretett csomagot küldesz valakinek, akkor azzal teszed. Tehát itt ezt a technikát lehet megtanulni, meg tudjátok megtanulni, és tudom mondani, hogy működik. Tehát én ezt már most körülbelül négy éve használom. Előtte én is nagyon sok más spirituális tanítással próbálkoztam, megtaláltam, de mindenhol megvolt az, hogy egy picikét így valami hiányzik. Valami hiányzik belőle. És ez volt az a tudás, amikor így megérzi az ember. Szerintem általában itt akár ilyen táborokat, amit szervező Juditot beszélünk erről, mindenki ugyanezt tudja elmondani, hogy ez az. Tehát, hogy van egy ilyen ez az élmény, amit megérez az ember, hogy ezt kerestem egész idáig. Tehát egyből szerintem senki nem tud majd Grabovoival elkezdeni foglalkozni, hanem ez egy következő lépcső vagy lépés a tudatba, úgymond. De amikor elkezdi az ember ezt megérezni és megtalálni, onnantól kezdve, ugye még tényleg csak egy mondat, hogy mindent beszélünk erről, hogy a szeretet. Ugye, hogy minden spirituális tanításban, hogy a szeretet által, a szereteten keresztül irányít, és a szeretet az mindent a szeretet old meg. De így is van. Csak ugye, hogyha a szeretetnek az érzelmi aspektusait vizsgáljuk,
akkor mindig csak oda lyukadunk ki, hogy hát érezzük, hogy hogy szeretjük a másikat, nagyon jó érzés, és az mennyire jó. De maga tulajdonképpen a jó Isten, a Teremtő, a szeretetből építette föl a világot. És ugye a szeretetnek, ahogy a tudatszinted emelkedik, észreveszed az irányítói aspektusát, úgymond a teremtő aspektusát. Tehát, hogy a szeretettel teremteni lehet. Szeretet energiájával teremteni tudsz. És ugye ez az a következő szint, amikor a szeretetet már másként kezded el érzékelni magad körül, és ezáltal, hogy a szeretetet elkezded másként érzékelni magad körül, megnyílik a világ körülötted. Tehát, hogy ezt is meg tudom változtatni, azt is meg tudom. Mindent meg tudunk változtatni, és ez egy jó érzés, és ez egy nyugodtsággal, egy nyugalommal, egy harmóniával tölti el az embert, úgymond inkább egy biztonság érzettel tölti el az embert, hogy nincsen veszve semmi, és akár nézzünk itt akármilyen helyzetet, én ezekben nem is szeretnék itt belemenni, de nincs veszett helyzet, mondhatni ezt. Mert minden helyzetben van egy technika, ez, hogy tudunk irányítani, és vissza tudjuk fordítani az eseményeket. És akár ez legyen a jövőbeni, múltbeli, vagy a jelen pillanatban lévő. Tehát az idővonalon bárhol be tudunk avatkozni az információs térben, és meg tudjuk változtatni az eseményeknek a menetét. És ez mindenki ugye a saját életére is át tudja ültetni. Tehát itt ezzel a technikával tulajdonképpen ezt tanuljátok meg, és ugye vannak sokan, akikkel kapcsolatban vagyok, és mondják, hogy hát, hogy nem működik, meg már 5 éve ezt adom, és mégsem működik. Igen, ha a tudatodat nem kezded el tágítani, nem kezded ez benned egy mindennapi rutinná válni, akkor nehezebben fogsz haladni. Tehát a Grabovo így mondja, hogy ezt tanulhatod 5 évig, 50 évig is, de tanulhatod 1 percig is. Nincs különbség a kettő között. És hogy az örökké valóság, meg ez az örök élet, ez az a fényes vektor, úgymond, amit a jó Isten tűzött ki. És az embereknek azt tűzte ki, hogy örök élete van, örök életben él, és hogy nincs tulajdonképpen elmenetel, nincs halál, nem akartam ezt a szót használni, és hogy ezt semmilyen világhatalom, senki nem tudja befolyásolni. Ez olyan, mint a sorsnak az iránya. Tehát, hogyha megvan adva, hogy ez a sorsod, te tehetsz dolgokat így-úgy, de az megvan adva, hogy az ember örökké él. És kész. És ezt a jó Isten határozta meg. Tehát, hogy ez ugyanolyan, mint hogy a gravitáció is van, és létezik, tehát azt sem tudja nagyon senki megváltoztatni. Tehát ez is egy ugyanilyen, nem tudom, hogy fogalmaztál ez, hogy ez egy milyen törvényszerűség. Vagy igen. Egy fundamentális törvény. Igen, egy fundamentális törvény, igen, és alanyi jogon jár mindenkinek, és azt, hogy ezt a következő tudatszintet meglépjük, ezzel tudjuk önmagunkat megmenteni. Tehát, mint ahogy a Miklós is itt mondta, hogy a megmentésünk azok saját magunkon múlik. Tehát mi tudjuk megmenteni a világot azáltal, hogy megmentjük saját magunkat. És mindenki saját magáért felelős, és mindenkinek saját magát kell megmenteni, azáltal megmenti a világot. Úgyhogy én vissza is adnám a szót a Juditnek. Na, nagyon köszönöm. Jó volt. Én azért szeretem egyébként, hogyha egy kicsit azok főleg a táborban is megnyilvánulnak, akik használják, vagy csinálnak mindenféle klubokat, és másoknak kisebb csoportban, lehet, hogy nem ilyen nagy közönség előtt, de hát szerintem nagyon jó volt, Zoli, hogy más a nézőpont, mert mindenkinek más a megtapasztalása, másképp látja az életet, és másképp tudja, és törekszik arra, hogy a lehető legegyszerűbben elmagyarázza a többieknek, de ez egy kulcs szó egyébként, hogy a tudatot kell, azért próbáltam itt a képeket rakosgatni, mert a tudatot kell tágítani, hogy beengedjem minél inkább a lehető legtöbb információt, hogy ez erre én mind hatással vagyok. Egy szűk tudatú embernek én vagyok, a fa, míg egy tágabb tudatúnak az én tudatomban benne van a fa tudata is.
Ez pont így hangzott egyébként még az évek elején, az oktatás elején, hogy kérdezd meg valakitől, az utcemberét, hogy mi van a fával, meg mi van veled. Hát a fa, az ember, meg ember. Míg egy tágabb tudatú benne van, a tudata a fában is, és tud vele kommunikálni, és érzi, hogy ott onnan milyen információ jön, és ugyanez, ahogy így lassan finomodik, és bennünk is valahogyan kristályosodik az, hogy a lélek tökéletes, kristály tiszta fényéhez eljuthassunk, ahhoz jó nagy tudati munka szükséges. Tehát ahhoz lehet, hogy nem is kell túl bonyolítani, mert Gravois próbálja ezt a nagyon bonyolult tanulási rendszert, amit kifejlesztett filozófiára, társadalomtudományra, pénzügyekre, szociológiára, gyógyításra, vallásokra, mindenre. Azt mondja, hogy először is hozzuk létre a tudatban a megengedés elemét. Hogy megengedem magamnak, hogy ezzel az irányjal, ezzel a tanítással fejlődök, gyógyulok. Először ezt a szándékot nyilvánítsuk ki. Mert a félelem az egyetlen, ami megnehezíti, hogy fejlődjek. És akkor ezeket el is mondta így a legeslegelején, hogy csak is a félelem az, ami nem engedi, hogy ezt a szűk szférát, amikor csak, és ugye magyar is mondja, csak eddig látok, milyen szférába dolgozol, csak eddig a szűk látókörig van nem csak rálátásom, hanem úgy gondolom, hogy van hatalmam az eseményekre, egy tágabb tudatú ember már bátrabban tud nem csak irányítani, hanem konkrétan teremteni bármit, amit akar. De ehhez a tökéletes teremtéshez az kell, hogy a tudat tisztuljon. Hogy a tudatban lévő sötét foltok, meg az, amit hoztunk, mert hoztunk, és erre utalt egyébként Zoli, hogy Gravois így mondta, hogy most azért nehéz a ma emberének, mert az összes múltbeli dolog hibáját most korrigálja. Hogy mi még a korrekció állapotában vagyunk, hogy javítgatjuk azt, amit eddig hibásan léptünk. Petrov úr meg még erőteljesebben oda dobja. Kicsit nyilván az, hogy ébreszt az embereket. Mindig minden helyzet az ember helytelen gondolkodásán alapszik. És ez a korrekció, mikor elindul bennünk, hogy végre már nem korrigálunk, akkor kezdünk el teremteni. Mert előbb ugye a félelmet leküzdeni, a megengedem, jön a sok-sok minden, és ezt nekünk különböző technikákkal, legtöbbször szférával dolgozunk. A gyakorlóórákon ezeket csináljuk egyébként, szférával, számsorral, vagy egy szövegnek az értelmezésével. Tehát ez a gömb, amit itt mondjuk itt is láttok, itt a földnél, ez az első, ez a tudati szféra, lehet ez most a lábát is bevonhatja, most teljesen mindegy, ez is egy technika, itt ez egy belorusz honlapról való ez, még réges-régi anyag. Ugye egy tágítja a tudatát, az volt egyébként írva, hogy először az egyéni, a kicsi gömb, a nagyobb pedig már a makroirányítás. Tehát amikor már az én tudatomban az is benne van, hogy a világra is hatok. Gravois így mondta, hogy amikor ő előad, és mutogat egyébként a jobb kezével állandóan meg lehet figyelni, keverte a teret, de mindig, és így mutogatott, közben irányítja egyik vagy másik vulkánt, vagy kitörést, vagy bármit. Tehát ami így zajlik a szem előtt, ő ezeket harmonizálja folyamatosan. Tehát ez már egy olyan gondolkozás, ugye, hogy egyszerre, így mondta, hogyha az ember 25 információs síkot egyszerre kezel, hát az már jó, az már elég jó. Nem biztos, hogy most mindenki lenne ebbe a pozícióba, de hát ez egy lélekküldetés, az övé is. Ezt választotta, és ezen megy tovább. A mi feladatunk pedig, hogy minél inkább ebből minél többet kiemeljünk, és rájöjjünk, hogy van teremtő erőnk. Hát ezt itt ez nem újdonság, mert ezt nyilván mindenki tudja, inkább a kicsi lépéseket én visszaugranék két mondatta oda, hogy sok embernek ugye visszaigazolások kellenek, hogy jól csinálom-e, hogy tényleg ki hat-e, tényleg én tudok hatni magamra. Most dolgozzuk fel, nem hoztam, meg hát nem készültem ilyen sok könyvvel, de a honlapon minden elérhető. Van egy nagyon-nagyon jó műve, nehéz, ez is egy nehéz műve Gravoisnak, de arról szól ebben az információs tudásszintekben, vagy a megismerés információs szintjeiben, hogy tulajdonképpen, hogyha az ember elkezdi a saját gondolatait megfigyelni, hogyha elkezdi azt megfigyelni, hogy most ő valójában mit gyártott, és elkezd egy szférát létrehozni maga előtt, ez a cél, ezt akarom elérni,
vagy csinál egy életfagyakorlatot, most, hogy egy másik iskolából, egy bármilyen iskolából hozott, mi már nem is meditációs gyakorlatnak hívjuk, hanem összpontosító gyakorlatnak, és a testben keletkezik érzet, ezt akartam elmondani, érzet, bármiféle érzet, akkor az az információnak a nyomása, a hatása a szövetállományban. A fizikai szövetállományban. Ez nem csak úgy lett, hanem én idéztem elő. Mert az én munkámnak az eredménye ez, az első lépés, hogy van valamiféle visszacsatolás. Ezt azért adom át így nektek, én most ilyen nagyon egyszerűen, ezek most jutottak eszembe, nem is készültem erre, de beugrott az, hogy mikor 2016-ban Grigori Grabovoi létrehozta ezt a PRK együtt, 17-ben így együtt Skype-on keresztül nekem is adta a feladatot, és vele együtt dolgoztam. Meg utána a csoportot, akik érdeklődtek, és együtt teszteltük. Hát az első körösöknek jó nagy mázliuk volt, hogy magával Grabovoival dolgozhattak online. És azt mondta, hogy amit most éreztek, azt rögzítsétek a memóriában, az emlékezetben, bármi. És kikérdezte az embereket, én fordítottam, hogy akkor mondta az egyik, hogy növekszek, kiteljesedés, vagy lebeg a kezem, vagy felemelkedik a lábam, vagy érzem a fejemben a lüktetést, vagy érzek szívtájéki nyomást, vagy a hátam mögött egy erőteljes mezőérzet. Tehát érzem, hogy nyom valami. És azt mondta, hogy ezt erre emlékezzünk, és egy héten keresztül minden nap idézzük fel, mert nagyon könnyű még egy hét múlva ezt felidézni, mert megvan ez a, sőt, ha még mondom is, vagy szóval leírom, azzal rögzítem magamba, hogy tényleg nem halucináltam, hogy ez tényleg megtörtént. Ez egy módszertani segédlet, ezt azért javaslom nektek, nyilván ilyenkor előtérbe kerül, hogy alapvetően is tanári elhivatottságú vagyok, meg hát én ebbe születtem bele, hogy 7 évesen is tanítottam a macikat, meg édesanyám tanár, és én otthon hozott naplót, és akkor én ugyanazt játszottam a plüssállatokkal, meg hát egy csomószor az iskolapadba ültem ott benn, míg ő dolgozott. És erre felhívja a figyelmet, és Grabovoi így mondta is nekem, hogy Judit, ez tudod, oktatási anyag. Tehát oktatni kell az embereket, képzési anyag. Tehát meg kell őket tanítani arra, és erre ki kell dolgozni egy rendszert, egy struktúrát, hogy az ember, ha írja a gyakorlatnak az eredményét, az érzetrendszerét, a pszichológiai szinten történő, ő így mondta, változást, például arra a problémára már nem elefántként nézek, hanem kisegérként. Mit nekem? Mit ijeszgetett ez? Most ez rám hozta a frászt közben, örökkévaló vagyok, akkor hol van az a betegség információ? Tehát a lényeg, az ember a saját fejlődési szintjén magát szembesítse azzal, ha történt, vagy testérzet, vagy megértés szintjén változás, és írja le. Hogy vissza tudja olvasni, ezt mindig, de ezt tudom, el szokták felejteni az emberek, holott a PRK gyakorlásnál is leírattatjuk az emberekkel, hogy visszaolvassa egy hónap múlva, hogy de hát ez én voltam. Akkor már megint miért vagyok lentebb? Mert hogyha nincs meg ez a belső önfejlődési irány, akkor könnyen eshetünk olyan csapdába, hogy hát ezt nem is én csináltam meg, hát akkor ott voltam, most meg hol vagyok, hogy az ember tudja követni a haladást, és még arra is felhívta a figyelmet egyébként Grabovoi, hogy hát majd ezt is megint kirakom, mert mi a háttérben, tehát amit láttok az én tevékenységemnek, annak a háttérben még háromszorosa zajlik, fordításügyileg, rengetegen módszertani anyag jön ki. Ezeket mindig kiteszem, csak hát az évek alatt gyűlnek, hogy a gyakorló órán, az ilyen klubokban, amikor gyakoroltok, egymás közt is beszéljétek meg, hogy ki mit tapasztalt. Ugyanis a visszacsatolás a másiktól megerősítheti benned azt, amit mondjuk nem mertél kimondani. És én ezt egy kicsit hiányolom is a magyar, úgymond mostani előadó körökben, a kisebb foglalkozásokban jobban beszélnek az emberek. Az orosz előadásokon így beszél mindenki. Oda-vissza. Tehát nem úgy van, mint... Ez egy magyar, szerintem oktatási rendszerben rögzült, hogy van az előadó, meg van a hallgató, neki csend, ő meg beszél, hanem ez az interakció fontos, mert egyébként Grigori Grabovoi is... úgy irányított, úgy adta elő a technikáit, csak az már egy ilyen turbófokozat. Ő nem hagyott időt arra, hogy meditáljatok, üljetek, csendesedjet, semmi. Ahogy kimondta, már irányítás. És ott annyit mondott, hogy most akkor önökkel csinálom ezt, figyeljék meg, és megyünk tovább.
Tehát azonnal. Tehát azonnal direkt bement minden. Mert akkor már meg is történik. Mert már meg is történik. Tehát ezt én már nagyon sokszor mondom az órákon is, meg a gyakorlókon, amíg felvezetem a gyakorlatot, meg mesélek róla, és ti egyetértés szintjén, lélek szintjén, ez már meg is történt. Utána a többi egyébként... Jó, hát ugye az információ szint, tehát mielőtt kimondanád, hát, az már az információ szinten... Tehát már az már meg is történt. Jó, csak tényleg kell az embereknek a... Szeretnek elcsendesedni, csak ugye vannak éles helyzetek, meg vannak olyan helyzetek, amikor nincs idő arra, hogy most elvonuljunk, és itt egy picit megint jobban segít Arkadij Petrov, aki rögtön elmondja, hogy mivel változott a föld sumanja, de ezek mind ott vannak Grabovojnál is, de neki megint más az irány, a föld suman rezgése változott, az agy frekvenciáink is erre a magasabb rezgésre fognak átállni, mert jön a kozmikus összetalálkozás, és megtörténik ez, és még ősszel mondta ezt, hogy 24, inkább 25-ben még erősebb lesz a kék magnetának a hatása a Földre, és akkor igazán berobbanó változások is jönnek, aminek ugye van előszele, meg utána való következmény rendszere is. A lényeg, hogy az emberek most már nem alfa állapotba fognak lemenni, és ott irány meditálgatnak. Grabovoj egy szóval mondja, hogy nem transzba esünk, mert akkor ki fog irányítani, ha te transzba vagy, hanem cselekvő, azaz béta rezgés szintű állapotban gondolat, kimond, szó, kimond, és teremtés van. Tehát ez az, amit Zoli mondott, hogy azonnali teremtés. Mert a parkolós témát már tudják, de már te is ezt fölfokoztad, hogy nem úgy, hogy majd lesz. Igen, mert példák kellenek az embereknek, hogy hol van a változás. Mindegy, fejezzük be a parkolósat. Jó. Mondjad. Elmondjam. Igen. Tehát ugye, hogy itt a legegyszerűbb ami technika, amit szoktunk használni, vagy kipróbálni legelőször, hogy ez a parkolóhely teremtés. Tehát, hogy ezt hogyan tudod a saját életedben ezt megvalósítani. És ugye, igen, tehát ugye ezt ki lehet próbálni, hogy ha megfigyeled, mondjuk mész egyik helyről a másikba, és ott szeretnél parkolóhelyet magadnak, akkor elképzeled előtte, hogy ahol szeretnél magadnak. Én általában úgy egy nagyobb intervallumot szoktam meg, hogy mit tudom, ebben az utcában szeretnék parkolóhelyet, ahol sosincs mondjuk, és odamész, és mindig van. Tehát ugye, de ennek van már következő szintje, amikor már az azonnali teremtéssel csinálod, tehát az meg az, amikor ott vagy, és most szeretnék itt egy helyet, és akkor pont kitolat az az autó, ami ott, te pedig nem láttad, hogy az... Igen, tehát itt ez a technika, amit meg a Judit mond, tehát hogy ilyen kézenfogható technikákat ad Grabovoj, tulajdonképpen itt azt csinálja, hogy különbséget kell tudnunk tenni az Istentől jövő információk és az Istenről alkotott információk között. Tudom, érezhető ugye a kettő közötti különbség. És akkor ezt most meg lehet figyelni mindenki magába, hogy tud-e különbséget tenni az Istentől jövő információk és az Istenről jövő információk között. Mert ugye általában az Istenről jövő információk nem minden esetben pontosak, ugye? Tehát azok tartalmazhatnak hibás vagy destruktív elemeket, de az Istentől jövő információk, azok mindig tiszták. És ugye mivel a Jóisten ugye a szeretetből teremtette a világot, ahogy tágul a tudatod, tehát miért lesz egyre nagyobb a boldogság érzeted, mert elkezded érzékelni a körülötted lévő emberekből, tárgyakból a felét sugárzott szeretetet, mert minden szeretetből teremtődött, és minden tartalmazza magát a szeretetet, és ezért elkezded érzékelni ezt a szeretetet, ami mindenből feléd árad, ami tulajdonképpen az ő megalkotója. Tehát ez is egy érdekes érzékelés, csak itt is ezekre ugye finomítani, érzékenyíteni, ezt mit szoktad mondani, hogy érzékenyíteni kell magát az embernek, hogy ezekre figyeljen. És ugye a legelső technikák nem más, mint jegyzeteled. Írod, hogy most ilyen érzetek voltak, tehát hogy az Istentől jövő információnál egy olyan érzetem volt, hogy felforrósodott a tarkom mondjuk. És hogyha utána elkezdesz erre koncentrálni, mondjuk egy ilyen érzetre, akkor már különbséget fogsz tenni azzal. Tehát például így van, hogy a pozitív információ mondjuk számomra, a tarkom forrósodik fel. Tehát a kedvező információra.
hogyha valami destruktív ért, akkor az a hasi tájékon érzem, és az egy ilyen szorító, tehát mind mondjuk, hogy összeszorul a gyomrod, tehát olyan magyar, ugye azért mondja ezt is, ott érzékeled ezt a fajt. Csak ugye akkor nem tekintesz neki, de nem figyelsz rá, hanem már mész tovább. De ugye ezt pontosan meg kell figyelned, mert ezek a testérzetek, ezek fognak eljutatni oda, hogy a tudatod, meg az érzékelésed, hogy itt különböző rendszerek van, tehát hogy a tudatodat ugye a megismerés rendszerén keresztül tanítod, vagy ugye van a megértés rendszerén keresztül tanítani a tudatodat, ugye ez mind-mind különbség, két út, de a végén egybe megy az egész. Tehát, hogy ez... Hát igen, szóval valahol el kell kezdeni, és egy nagyon tág képet akartam itt felvázolni. El kell indulni ezen az úton, és amelyik technika, amelyik módszer, amelyik kicsi előadás jobban tetszik, azt elolvasni még, minél több fényt generálok magam köré, annál inkább ez a fény befelé is fog hatni, bent is elkezd működni, és elkezdünk oda eljutni, hogy bármi is történik, ez a fajta, és ezt nagyon köszönöm, ezt a szeretetet kiemelted, mert ez az egyik kedvenc témája az egyik legnagyobb oktatónak, Jacsislavnak, és mindig ezt a szeretetet említi, hogy a szeretetből épül fel minden, hogy valójában az tud materializálódni, és a szeretet általi világ megismerés, és a szeretet, mint információnak a megismerése elvontnak tűnhet, de ezen a nagyon magas tudatszinten ezt észre lehet venni. És akkor már is abból kezd el az ember töltekezni, hogy áramlik felé a szeretet. Egyébként így szoktuk kezdeni a gyakorlatokat, hogy ráhangolódunk, rákapcsolódunk arra, hogy körülöttünk itt mindig, még akkor is, hogyha a rosszat látom, megérzékelem, itt van, mindig itt van a szeretet. Arkadij Petrov még egyszerűbben mondja, és mindig hozom nektek, mert ő vagy annyira közel mondja el, hogy itt van most az alacsonyabb rezgésszint is, de mindig itt van az isteni legmagasabb rezgésszint is. Mindig. Olyan nincs, hogy ő itt ne lenne. Csak a tudat fókusza, a figyelmem, az mit vesz észre? Azt vagy ezt? És valahogyan úgy igazítani az élet eseményeket, hogy igyekezzünk mindig ezt a legmagasabbat észrevenni, erre fókuszálni. Aztán, hogyha valami nem éppen úgy sikerül, ahogy elterveztem, akkor próbáljak, nyúljak. És itt azért raktam fel ezt az ábrát, a szellemi technikákhoz nyúlni először. Megvan a létjogosultsága, és ezt is azért ki kell hangsúlyozni, a fizikai, azonnali segítségnyújtásnak is. Nem lehet, talán ez is egy hiba sok ember részéről, hogy vagy ezt választja, vagy azt választja. Megint mondom, együtt. Ott van a szellemi világban van minden, vagy más néven az információs valóságban most, hogy itt a mi információs szintünket értsétek, és ezek a vonalak, ezek, hát akkor tanuljunk egy erőset. Ez a rendszer átrakta a nyilakat is ilyennek, a PPT-ben ezek szép ilyen hullámos nyilak, semmi gond ezzel, ez nem 10-17, hanem 10-17-en. Tehát ez egy hatványt jelent, de elment a formátumunk. A valóság teremtése az tulajdonképpen annyira gyors, hogy egy másodperc alatt 10-17-szer, tehát egy, és az most szer, annyiszor teremtődik újra. És ezek a kis vonalak, ezek a zöld vonalak, amit itt láttok, az tulajdonképpen azt jelenti, hogy nekünk ennyi időnk van, hogy be tudjunk avatkozni. Tehát egy másodperc alatt ez a szám, ez rettenetesen sok, és nekünk van lehetőségünk beavatkozni. Ez egy kicsit elvisz, de itt már nem akarom a figyelmeteket ezzel terhelni a hullámszintézis elméletéhez, ami egy nagyon-nagyon komoly tudomány, és Grigori Gravo is egyébként az Alaptanfolyam című könyvben el is mondja, hogy van lehetőségünk, és meg is mutatkozik a jelenben, a jövő is felvillan. Ez teszi lehetővé azt, mert vannak statikus, meg vannak dinamikus hullámok, és amikor ezek csatlakoznak, kereszteződnek, valóban a jelenben felvillan a jövő, akit érdekel 10-12-en, és végre elkezdjük fordítani ezt a művet. 25 oldalas, ez egy doktori disszertációja Grabovoynak. Ja, ez egy elég kemény könyv, de mégis ebben leírja, hogy miért lehetséges a halhatatlanság.
tudományosan. Azért ez nem kevés, hogy ez tudományosan be van bizonyítva, de mit akartam ebből mondani, mivel a jelenben felvillan a jövő, ezért van lehetőségünk korrigálni, irányítani. Csak a mi mindennapi életünkben valaki jobban érzékel, vagy érzi a dolgokat, más elkezdi, ez is egy út, a megértés útja, sőt, Graboly még ezt is odaadja nekünk, a logikai megértés, ez a balos. Egyébként a férfiaknak sokkal jobban tetszik a Grabovoi gondolkozásmód, mint a Petrovi. Ezt észrevettem. Igen, mert jobb, mert nagyon tudományos, és nagyon bal agyféltekére is épül, hogy igen, nem véletlenül, igen, hogy Zoli is itt van, hogy logikusan megérti, és azt mondja, az 50%-os hatékony eredmény, ha megértem. A megértés 50%-ot jelent. Ha megértem a folyamatokat, ha a szellemem fénye, és az aktivitása, meg az információ sűrítési képességem még kevés, akkor még nem tud materializáció történni, vagy eltüntetése egy dolognak, akkor lehet, hogy még ezt is azért mondom el, mert segíteni akarok, és nem akarunk senkit sem megvezetni, hogy ez egy oktatás, képzés. Bizonyos esetekben, sőt komoly egészségügyi állapotokban könnyebb teremteni, mint dematerializálni. Tehát magyarul, ha valamit ki kell venni, és az úgy van, mert az gátolja, mert ott a félelem is, el kell az orvoshoz menni. Ezt azért mondom, mert nagyon nagy felelősség lenne azt kimondani, hogy csak szellemi technikával így és most azonnal valaki meggyógyul. Főleg, hogyha hát micsoda erő kell ahhoz, főleg egy nagyon súlyos állapotban, talán ezért van annyi eredményünk egyébként a nagyon súlyos, gyógyíthatatlan betegségeknél, mert ott az orvoslás azt mondta, hogy nincs tovább. És amikor, aki abban hisz, a fehér köpenyben, ha ott azt mondják, hogy nincs tovább, akkor nyugodtabban nyúl egy szellemi technológiához. Míg aki a kettő világ határán van, most is van ilyen ismerősöm, és tudom, Judit, tudom, mit csináltok, de én nekem így, Én benne bízok, nem mertem a másikat, én ezt az utat választottam, és ez az ő döntése, és utána a materializáció, azaz a káros hatások semlegesítése gyorsabban fog neki menni. Ez egy tapasztalat. Ez is egy súgás, mert mindenki más-más tudatszinten van, és mindenki másképp fog belehelyezkedni, és nem mindegy, hogy honnan indulunk, milyen szintről, egy nagyon súlyos betegség szintjéről, még ezt sem érti, még azt sem tudja. Tehát az oktatás maga ott kezdődik, hogy tudjam, hogy van lelkem, hogy van örökkévaló quintesszenciám, hogy ezzel tudjak találkozni, hogy felfogjam és tudatosítsam, hogy lehetséges gyógyítani önmagamat, mert hogyha ezt nem fogadom el, akkor kívülről lehet segíteni, akkor választani kell a másik utat. És ez az az... Pontosan ez az, amit mondtad, tehát, hogy beengedi a tudatod az információt, tehát, hogy itt bármilyen technikával lehetünk, ugye ez itt úgymond a szabad akaratnak a dolga, tehát, hogy bármilyen technikával közelíthetünk felét, hogyha a tudatod nem fogadja be, ugye ez a hit kérdés, tehát a hit, ha nem hiszel benne, nem hiszed el, akkor ugyan visszaveri. Tehát olyan, mintha egy tükröt tennél erre az információra, és visszaverődik, és nem jut be a tudatodba maga az információ, ezért nem is tudja kiváltani magát a hatását. Tehát ugye a hit maga, az tulajdonképpen... Tehát először hit kell, utána igen, tudás, és a tudás rá. És a hit együtt kell utána is, hogy haladjon. Igen. És ugye még egy fontos dolog itt, ami eszembe jutott, hogy miért ezzel a technikával csináljuk, vagy miért ez a technika az, amivel Grabovoi megismertet minket, mert ő azt mondja, hogy ugye maga a technika az, ami elvezet az eredmény, vagy a cél eléréséhez. És ezt nagyon egyszerűen egy mondattal fogalmazta meg, azért, mert az átváltozásunk a szellemi szinten valósul meg először. Tehát azért itt kell elkezdenünk, tehát hiába kezdünk el a materiális szinten bármit csinálni, az nem fog eredményre vezetni, vagy lehet, hogy vezet, de... Ki tudja, vezethet, de igen, mert az átváltozásunk a szellemi szinten valósul meg először, és ezért kell ezt csinálnunk. Ezért van ez a technika is. És ugye ő pont ezt mondja, hogy maga a technika az, ugye amikor kérdezik, hogy hát, hogy most megcsináltam azt, de most sikerült-e most a szférát elküldenem, meg elment oda a szféra, meg ott volt, meg
És itt, hogy most biztos, hogy ott lett? Meg ugye itt volt előbb egy hölgy, és kérdezte tőlünk, hogy a karkötője, ilyen Grabovoi számsor van rajta, hogy biztos, hogy jó-e a számsor, tehát hogy ez a számsor. Tehát, hogy ezek olyan dolgok, hogy ha a tudatod tágul, akkor utána már nem lesz kérdés. Utána már nem kell, ilyen kérdés nem fogsz feltenni, hogy ez megvalósult-e, hanem egyszerűen megkapod az elsőd, tehát ugye most belemeltünk itt az oktatásba is, de hogy megjön az elsődleges impulzus, és ugye mindenről visszajön, tehát az általad kibocsájtott impulzusnak megvan az elsődleges visszatérő impulzus hozzád, ami nem más, mint az örömérzete. Tehát az örömérzet az, ami, igen? Szabad egy mondatot, persze. Szerintem azért nagyon fontos, amit most fejtegettek, mert nem véletlenül mondják a világban nagyon sok előrejelzésben, hogy a magyaroknak hatalmas nagy isteni szellemük van, a nagy boldogasszonynak gondolok, és kohász tudjanak hozzá. Mert alátámasztani szeretném, amit kimondtok, hogy véleményem szerint a magyar magnak, tehát a tiszta lelkű magyaroknak, nem kell mindenáron meditálgatni, mert össze vagyunk kapcsolva a szellemmel, az isteni szent szellemmel. És hogyha mit szívből kérünk, és elkezdenénk tömegesen ezt csinálni, ahogy Lidika mondta, tehát gyakorlatilag akkor mindenféle gondolatot azonnal a szellemhez tudunk kapcsolni, és rögtön megvalósulna. Tehát azért kell most nagyon sokaknak ébresztően dolgozni, hogy végre merjék hinni, hogy beülök, beállok, kimondom, megtörtént. Mert hiába lengetjük magunkat meg, nem tudom hova vetkedünk a meditációba, csinálja, akinek jól esik. De amikor akarunk teremteni, akkor ezt a módszert kell használni, és azért kell kiemelni, mert közvetlen a szellemmel tudunk irányításba jönni, és rögtön teremteni. Ez így nagyon jó, mert pont a szellem az, aki végrehajt. Igen. A tudat kiadja az irányítást, de így, hogy elfogadom, így van, és az azonnali terem. És a tudatom belül, csinál. Igen, de a tudatom belül valósul. És ez, ahogy a teremtő szintjére kerülök, ez az isteni szellem, a szent szellemmel haladok együtt, és akkor ott a katalizátor, hát akkor az már ott van. Csak ezt ugye be kell engedni, de itt annyira ezt már nem kell magyarázni, mert itt ez abszolút nyilvánvaló. És mindig más-más szinten fog megjelni az életünkbe. Lehet, hogy valamit nagyon akarunk, hogy na most ez a vese tűnjön el, vagy mint a vesekő tűnjön el. Mert arra a náthára gondoltam, mert ezt is, hogy én nagyon-nagyon sok anyagot olvasok, hallgatok folyamatosan, ami jön közbe információ, de lehet, hogy, így mondja Grabovoi, lehet, hogy a nátha még, vagy ez a vesekő ráér még 5 napot, vagy egy hetet, mert fontosabb dolgok vannak, amelyek nagyobb erőfeszítést igényelnek tőlem, és mikor annyira akarom ezt az egyéni szintű helyreállítást, mert kell, persze, mert jó lenne, ha már nem lenne semmiféle betegség az emberi testben, egy kicsit türelemre szoktam inteni az embereket, hogy ez ne vegye el a kedvét attól, hogy attól még folyik ez a folyamat, mert lehet, hogy sokan itt is esetleg megállnak, hogy jó, most így van. Hát most nézzük, tényleg Petrov úr rég megállhatott volna. Azt mondja, igen, de hogy most egyik volt, igaziban nem sok esemény ez, de azért itt volt egy-két kemény próbatétel még régebben, azóta nincs semmi, és egyszerűen csak azt mondja, hogy figyeljetek, gyerekek, ti mindannyian éltek egy családba, ott is van egy információs hatás, mindenki benne van a saját családjának az egregorjába, erőmezejébe. Ott is vannak egyének, akik így gondolkoznak, vagy úgy gondolkoznak. Egymásra hatunk. Nyilván, hogyha ez a te tudatod szférája, az örök élet, a szeretet, egy tökéletes nagy szféra, majd változtatod, vagy kire zekteted, aki melletted van, ugye, vagy felfejlődik oda, vagy nem bírja. Ez ugyanez igaz a szomszédokra, a munkahelyre. Ez mindenütt így van. Hogyha te elkezded magadban növelni ezt a szintet, akkor nem mindenki fogja bírni. És a tanfolyamok után is nálunk megfigyelhető, hogy olyan szinten fénnyel telítődnek az emberek, mi valójában rámutatunk, ez is egy kulcsszó, ez az, amire rögtön felfigyeltem az elején, hogy mi nem az emberekben lévő hibát meg betegséget emeljük ki, hanem rámutatunk a benne lévő lélek fényre, az Istenre. És ezt kéne valahogy emlékeztetni a másikból, és fénnyel telítődünk, hát 3 nap után meg főleg, és amikor hazamegyünk a hétköznapokba, és a családtag hirtelen
tudat optikailag veszi a fényt, és nagyon sokszor konfliktus szokott kialakulni az otthon, főleg ha nagyon nagy a különbség, mert egyszerűen tudat veszi ezt a fényt, és nem tud vele mit kezdeni. Erre mondta kicsit viccesen az egyik előadó, hogy amikor úgy érzitek, hogy telítve vagytok, szárnyaltok, aki követi az online óráimat, tudjátok, mondtam, az angyal szárnyaitok nyitogatódnak, akkor tegyen még egy kört a ház körül, mielőtt bemegy. Kicsit még morbidabban mondta, mint amikor a szerető hazamegy, akkor hogy ne legyen olyan boldog, egyen egy citromot, hogy egy kicsit a fénye lejjebb menjen. Erős példa volt, de azért mondta, hogy ha nem akarja, hogy otthon lebukjon. Rögtön kopni. Az egyik, ezt nem én találtam ezt a példát, ezt a, igen, az egyik oktató mondta, hogy a fény az nagyon, ezt román mondta, az egyik előadás, hogy megfigyelhető, és ez nemzetközi szinten is így volt, hogy, de nem úgy van, ha sokszor hazamegyünk, úgy fel vagyunk spanolva, és akkor egyébként hirtelen látod a gyerekeknek is a fénylő mezejét, megnyílik a tisztánlátás, tényleg egy teljesen más szintre tudsz kerülni, de ott nyilván, aki így hazamegy, az tudja irányítani ezt a fényt. Igaziból neki nem kell utána belemenni abba a konfliktus helyzetbe, de igénye egy plusz erőkifejtést. Tehát ez is megfigyelhető, tehát a tudat, és ezt az ábrát, ha még végigvesszük, az itt van alul, ez fontos, ez egy alap törvény egyébként, hogy itt az ember a fizikai testével, és oda egyébként egymás alatt vannak ezek a szférák, csak itt eldöntöttem, hogy elférjen. Tehát legfelül van a teremtő, a jóisten, tökéletes, szikrázó fény, az elsődleges fény, az az ő fénye. Minden, a forrás maga. És ott van hozzá, nagyon-nagyon közel össze is ér, ez a léleknek a, itt van emberi lélek, a léleknek a szférája és a fénye. Tehát Isten fénye a lélek, ő folyamatosan a fényét adni akarja az embereknek, így, értitek? Így. A lélekben ott van, csak hogy itt, és akkor ebből ilyen hullámvonal lenne a szellem, ez. Tehát annak nincs külön szférája, hanem az a cselekvés, ami közvetíti a fényt. Tehát a szellem az, amit lecsatornázza ezt a fényt, de, és itt jön a tudat, ide szoktunk még rajzolni egy vonalat. A tudat, ez a fizikai és a szellemi világ között van. Elválasztja. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, és ide szoktunk berakni egy lencsét, vagy a kontaktlencsére gondoljatok, vagy a nagyító lencsére. Az történik, hogy a tudat egy optikai eszköz, fókuszálja, sűríti a fényt, és hogyha nem engedi át az isteni fényt, akkor nem hiszemmel, nem akarom ezt, ez a lencse, mint a visszaveri. És ide már nem jut el a fizikai testhez. Ha ez 100% fény, egyébként ez volt az az ábra, amire Marina Moroszkina Grabovojnak, mikor ő kórházba dolgozott, megjelent Grigori Grabovoj, és elmondta, hogy jó, lehet gyógyítani a kórházba, de miért nem olyannal foglalkozol, ami örökké egészségessé teszi az embert? Miért van ilyen módszer? És azt mondta, hogy van, és figyeltek, ez az ábra is. Ez a logika, ezt nem lehet megcáfolni, ha 100% isteni fény, tehát a legtökéletesebb fény, a teremtő fénye. És ő minden egyes pillanatban, egy másodperc alatt, 10 a 17-én, tehát jön, állandóan jön, ez ugye a folytonosság. A lélek is ezt akarja. És ide ér ehhez a gyűjtőhöz, és a tudat azt mondja, hogy nem akarom, akkor a 100% fényből ide már csak 5% jut el. Ha egy kicsit tágabb a tudatom, már 10-et engedek, de mi van akkor, ha olyan tág a tudatom, hogy beengedem egy az egybe Isten fényét? Akkor a 100% isteni fény eljut a fizikai testig. Mint mondtam, más típusú test lesz ez biztosan. De akkor vajon milyen lesz a fizikai test? És még ide szoktuk írni, hogy örök fény, örök szellem, örök lélek, a tudat örökké valóvá válik, mert már nem halandó tudat, hanem az isteni tudat. Ha örök, 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 akkor a test is örök. És ez az ábra adja meg az alapot annak, mikor mondtam, hogy Istennek van lelke, van szelleme, van tudata, és meg tud nyilvánulni testben is. És az egyisten fizikai testéről konkrét, nagyon sok előadása van Grabovojnak, és ezt a témát, mert ez egy, mint értitek ezt a logikus gondolkodást?
Ez egy tökéletes gondolkodás, de ugye a lencsét pucolni, tisztítani, hiszem, nem hiszem. Azt mondta, hogy kontaktlencsével születnek az emberek, de valaki nem kapott kontaktlencsét. Valakinek szürke, valakinek rózsaszín, mert mindig rózsaszín van, látja, ilyen is van. Nem tudsz, hogy színes. Valakinek kormos, még valakinek nincs ilyen lencséje. És valójában ez a négy szféra, ha ezt összenyomjuk, ez a teremtőre vonatkozó, a jóistenre vonatkozó ábra is. Nála ez mindegy, egybe van. De ez szétiszedhető. Na hát valahogyan így. Volt ott egy kérdés. Azt kérdezem, ebbe a rendszerbe a kundalini energia az valahol belehelyezhető, vagy összejön, hogy jön? Hát ugye ez most egy alap. Ez nem jelenti azt, hogy mindent úgy húzunk erre rá, hogy a Szent Szellem csatornája az emberben, és akkor itt egy kicsit jobban besegít, bár igazából mind a két anyagban ott van, a gerincen keresztül érkezik le, ugye ez az energia is, és vagy a tórusz magunk körül, minden ilyennel foglalkozunk. Ezzel a hatalmas energiával, amit át tudunk engedni, mert át tudjuk, és a gerinc egy közvetítő csatorna, ez át tud jönni, és a farokcsontot sokszor kiemeli egyébként Grabovoj, meg a mind a két agyféltekét is, meg az agy középpontját is, ezt is ki szokta emelni. Az ember, amikor elkezdi a tudat lencséjét pucolni, vagy párhuzamba állítom az életfa szimbólumrendszerével, elkezd ez dolgozni, és a saját életfádon keresztül meglátod, hogy akkor lesznek terméseid a fán, azaz egészséges szerveid, vagy virágzó vállalkozás, mert annak is van életfája, vagy egészséges családtagok, és akkor családfáról beszélünk. Tehát vizualizálod az életfának a szerveit, azaz a terméseit, hogyha kap tápanyagot lélekből, szellemen keresztül, meg kap tápanyagot, fényt fölülről, Istentől. Ez az életfa rendszere. Csak ezt már azért nem akartam ennyire részletesen, de akkor értitek, hogy gyökér, korona, gyökeremmel itt vagyok, magommal, lelkemből táplálkozok, és ugye a magot is valahogyan valaki a lelket is megteremtette. Na és ezek azok az információk, amik teljessé teszik az embert, míg kezemmel, koronámmal az ég felé nyúlok, és a levelek a valójában azok a kis antennák, amik szedik. És azért érezzük állandóan, én legalábbis mindig, vakarózok a fejtetőn az órákat, hogy bizsereg az egész fejem. Grabovoj megérteti ezt, az agykéreg alatt rengeteg tevékenység, sőt, minden információt, amit akkor itt felraktam ezt a képet, hogy itt van ez a tudati szféra, és itt ebbe benne vagyunk, a világból, itt van egyet rajzoltam, ez egy információs jel, milliónyi érkezik, és ez fizikai testi szinten most az agykéreg az, amely folyamatosan veszi a jeleket. Folyamatosan vesszük, állandóan kódolás megy, de vesszük nem csak innen, hanem ahogy fejlődünk, ahogy mondta Zoli, lehet, hogy a bőröd kezd el. Meg kell ezt is vizsgálni, hogy belépsz valahova, és ott a bőröd reagálja. A bőr nagyon hamar lereagálja az örökkévalóság információját. Ezt mi észrevettük, ami még tapasztalat. De ez is megint egyéni, hogyha valahova belépsz, ott a szíved, vagy éppen a térdeddel van valami. Ezek mind-mind már a testnek a jelzései egy bizonyos információra. Ja, vannak ilyen indikátorai a testnek. És, ugye, és ahány mint, ember annyi féle? Igen, hogy én a hasamnál, a másik információt a tarkomnál, ez mindenkinél lehet más és más. De visszatérve ide a kundalinis dologhoz, itt egy kicsikét próbálj meg más megközelítéssel nézni erre, mert itt információs szinttel dolgozunk. A kundalini az egy energiaszint, tehát itt egy másik rendszerről beszélünk. Tehát az információról. Tehát ahhoz, hogy a kundalini energia megjelenjen, ahhoz szükség van információhoz. Tehát az információ az még megelőzi a kundalini energiát is. Tehát még előtte van. És utána lesz belőle majd egy energia. Tehát egy energia tulajdonképpen úgy jön létre, hogy információ plusz szeretet energia vagy erő. És ez a kettőnek az összessége, és itt mi az információval foglalkozunk. Ugye a legalapvetőbb dolog, és ugye itt vannak ezek a különböző kvantumtechnológiás eszközök, amik, most nem akarok neveket mondani, amikkel ugye akár ki tudod csatolni magát, tehát ezt a tollat beteszed egy szerkezetbe, és ki tudod venni ennek a tollnak az információs mintázatát. És utána ezt rá tudod másolni egy lapra, ami
amit utána tudsz hordozni magadnál. Tehát sem tudom, mit mondhatunk-e ilyet, hogy ez melyik technika, vagy technológia. Hát itt a kolcolapokra, igen, gondoltunk. Vagy a Gárjejev különböző, igen, ezek a hullám technológiái. Tehát rengeteg ilyen eszköz kezd el most megjelenni. És nagyon érdekes a párhuzam, hogy miért most kezdenek el ezek megjelenni. Azért, mert a tudatunk, ahogy emelkedik, ugye létrehozza ezt. Tehát ugye minden egyes eseményünk ugye differenciálódik. Ugye a differenciálódás folyamata az nem más, mint a saját magunk folyamata, tehát a fejlődés hívjuk tulajdonképpen differenciálódásnak. És ahogy az események differenciálódnak, ugye megvan úgymond egy minden egyes dolognak, mint ahogy a Jóisten minket megteremtett, ugye mindig ezt kell megfigyelni, saját képére és hasonlatosságára, ugye mi megjelenünk a teremtő és a teremtett oldalon is. Tehát mind a két oldalon vagyunk. Akkor most megfigyeljük magunkat a teremtő oldaláról, ha elkezdünk teremteni egy eseményt, vagy elkezdünk teremteni bármit, megjelenik a mi teremtményünk, ugye a Jóisten minket teljes szabad akarattal teremtett meg. Ugyanígy teremtesz meg egy eseményedet is, teljesen szabad akarattal rendelkezik, ami ugye mi történik? Ugye harmonizálódik a környezettel, mondjuk az a szféra. Tehát, hogy ott, amikor teremtesz, nem kell beállítanod a gravitációs erőt, hogy milyen atmoszférikus nyomás, milyen hőmérséklet, stb. Azok harmonizálódik a környezettel az az adott esemény szféra, és utána te a tartalmát tudod elkezdeni majd megváltoztatni. Ugye előbb beleteremted önmagadat, stb. Tehát, hogy megvannak itt azok a technikák, ahogy ezeket felépíted, és ugye mi a különbség itt a kettő között, ugye itt irányításról beszélünk, amikor, hogyha magára hagyod, ugye ez az evolúció, vagy a természet, a biológia, ugye ott a Jóisten vezérli ezeket, hogy ugye ott is differenciálódnak a dolgok. De ott úgymond nincsen rá hatásod, ha nem vagy irányítói szinten. De amint irányítói szintre lépsz, onnantól kezdve bármit tudsz befolyásolni és irányítani. Tehát akár tudsz beszélgetni egy fával, tehát hogy nőjön az ága. Tehát a tudatoddal meg tudod mondani, hogy ne arra nőjön, hanem arra. Tehát információt tudsz vele közölni. És utána, hogyha megtörténik ugye ez a kommunikáció, tehát hogy kapcsolatban lépsz vele tulajdonképpen, akkor a kapcsolatból egyből jön a szeretet energia, és ezt érzed, és hogy végülis egy folytonos boldogság állapotban vagy, ha mindig tudsz kapcsolódni. Igen. Nyitok be az ajtón, hogy na, a neki most már valami jó gyerek lesz, akkor lehet, hogy mondjuk, nem mondom azt, hogy legyél jó gyerek, én majd jó gyerek lesz. Tudja? Ne szeretném Isten szeretettel. Igen, azt kell megnézned, hogy ő mit sugároz felé. Tehát ugye maga most itt ilyen rövid idő alatt ez egy technika, amit meg kell tanulni, tehát hogy tudsz egy ilyen eseményt irányítani, de lehetséges az, hogyha van egy gyerek, aki éppen nem azt csinálja, vagy nem úgy. Tehát hogyha megfigyeled, ugye ugyanezt csináljuk amúgy, hogyha mindennapi életedben. Nekem is van 3 kisfiam, úgyhogy én tisztában vagyok, hogy milyen 3 gyerekkel együtt lenni, és hogy meg lehet őket szépen is kérni. De lehet ugye csúnyán is szólni. És mikor fogadnak szót? Tehát, hogyha megpróbálsz szépen szólni, kedves lenni vele, akkor lehet nem is elsőre, de harmadikra meg fogja csinálni, amit szeretnél. Tehát, hogy ugyanígy itt is ez van, hogy egy eseményt is úgymond, vagy egy általad lévő teremtményt nem tudsz megerőszakolni. Tehát nem fog neked engedelmeskedni. Ugye pont a kis hercegben van ez, tehát, hogy felelősséggel tartozol, akit megszelidítettél, úgymond, és onnantól kezdve tudod irányítani. Tehát ugye minden egyes esemény burok úgy van felépülve, hogy fel kell ismerni a teremtőjét. Ez a története. Tehát, hogy fel kell ismerni az eseménynek, hogy te vagy a teremtője, és akkor tudsz vele kommunikálni. A Jóisten mit szeretne tőlünk? Ugyanezt. Hogy felismerjük, hogy ő a mi teremtőnk. Tehát ugyanezt csináljuk. Csak ugye ezt kell itt ugye szétválasztani megint a tudatodba 2 részre, hogy te megjelensz a teremtő és a teremtett oldalon is. Ugye ez a vertikális, horizontális dimenzió. Tehát, hogy itt ez, mondom, hogy ebben már belemehetünk, de akkor már nagyon mélyre megyünk. A gyerekeknél annyi, hogy nagyon standard példa, hogy a nagymama akar segíteni a gyereknek, a szülőknek
nagyon kardinális szerepük van abban, hogy ugye, hogy viselkedik a gyerek, és ez egy ilyen aranyszabály, de azért ez is megfigyelhető. Hát mint a fektetett 8-as gyújtópontban a gyerek, anya, apa két végén, és 7 éves korig még mindenképpen, és ez egy erőtér, aminek a sugar, ott a gyújtópontjában ott a gyerek. Magára veszi a két mintát, és abból ő valamit ki fog tükrözni. Lehet, hogy pont egy súlyosabb dolgot, de valami ott megjelenik. Utána nagyobb gyereknél már megvan a saját, ugye minden 7 évnél van egy-egy lépés, nem mindegy, hogy melyik szintje fejlődik akkor. Ott már azért, mert ez is egy kérdés, hogy hogy lehet a gyerekeknek segíteni. Kicsi gyereknél még elég az anya-apa, az anyának egyébként erőteljesebb, mert mindig ugye akkor jönnek ezek a kérdések, ha valami diszharmónia van a gyerekben, még megfigyelhető, hogy ha rendben vannak a szülők, akkor a gyerek is rendben tud lenni. Megint vannak egyedi esetek, majd talán egyszer majd arról is beszélek, de a lényeg, hogy utána, 7 éves kor után a gyereknek már, és simán lehet ezekről beszélni, meg lehet vele tanítani nagyon egyszerű dolgokat, hogy ő kezdje felismerni magában ezeket az erőket, energiákat, és legyen tudatos. Ezt már 7 éves kor után én is végig teszteltem, úgymond a gyerekeim, már 5 évesen tudtak számsoros szférákkal dolgozni. Tehát érti, vagy a legegyszerűbb, hogy valami beteg, valami fáj, akkor oda fényt, küldjek oda fényt belsőleg. Egyszerűen lássam ott, hogy vagy a lila fényt, ugye vannak ilyen technikák is, vagy a ragyogó ezüstös fehér. Csak nem azt mondtam neki, hogy a szellemet vidd oda, hanem lásd tökéletesen fényesnek. És hogyha visszakerül az a gyerek abba az erő mezőbe, térbe, ahol a szülőknél mondjuk nem annyira harmonikus a közeg, akkor a nagymama, ez is sokszor előfordult már, dolgozhat vele, aztán utána, ha otthon a szülőkből nem indul ki ez a fajta szándék, hogy ők is akarnak változni, akkor megint visszarántják egyébként abba az erő struktúrába. Ez egy információs mező, ami hat az adott gyerekre. És ezért sokszor észrevettük már, hogy a nagymama eljön a tanfolyam, a szülők nem, mert hát ők csak ugye dolgoznak, ők nem értik, ők a matériában vannak. Ők általában, és nagyon-nagyon jól csináljuk ezt a kosárközösséget, ott van egy orvos, kardiológus tanulónk is, résztvevőnk, meg vásárlónk, és mondja, hogy ez a legnagyobb probléma, hogy a szülők odadobják nekem a gyerekkardiológus, hogy old meg, akkor kezdjetek vele valamit, mert ez lett. És pont a szívnél, meg különösen igaz ez a helyzet, és akkor ő egy picit, és most azért is segítek ezzel, mert ő próbálja nagyon materialista szülőket terelni afelé, hogy mit szeretnél? Hát az, hogy egészséges legyen. Na, akkor együtt akarjuk ezt, együtt. Te is akarjad. Ne csak én törekedjek, mert mi esetleg csak orvosolgatunk, így mondta, de te fogod meggyógyítani, meg a jó Isten gyógyítja meg a gyereket, és próbálja ezt nagyon egyszerűen átadni, hogy lássa a szülőkből ezt a hajlandóságot, hogy nyit valamiféle szellemi út felé. Ez egyébként tudomány, hogy lehet ezt átvinni a hétköznapi ember szintjére. Úgyhogy valahogyan vagy egy könyvet adni neki, vagy valahogy eljutatni hozzájuk az info, és amikor már nagyobb a gyerek, és ez Petrov úrhoz is elkerült, most súlyos állapotban lévő gyerekünk is, megkeresték ott Moszkva mellett, elmentek hozzá, és azt mondta, hogy hiába gyógyítom meg. Ez az ő vállalása, persze ott volt komoly családi dolog is, neki magának kell erre ráébredni, és 14 éves kor után fogja tudni ezt irányítani és kezelni. Ha most meggyógyítjuk ebből, majd egy súlyosabb dolog fog jönni. Ez egy... Lehet, hogy nyugtathatjuk magunkat, de ezt sem én találtam ki. Azért rengeteg olyan tapasztalatot mondok, amit már átmentünk az elmúlt 10 évben, hogy igen, ez valamiért ezt felvállalta. Nyilván itt egy nagyon komoly otthoni munka is van, hogy ez a gyerek élje a hétköznapi életét, de azt mondta, hogy neki magának kell ezt. És itt már átléptünk oda, hogy a kiskamaszok, meg utána a kamasz gyereknek magának kell kiigazítani azt, ami valahol torzult, mit hozott magával, mi az, ami önálló lélek, ugyanolyan lélek, mint bárki, és ugyanúgy feladata van, és tudata pedig egyre éberebb, úgyhogy ha ezt így elkezdjük megérteni, de itt nem mondom el a szabadalmat, távol álljon tőlem, csak annyit akarok elmondani Grabojtól még, hogy ő
Ez tudományosan, megint hangsúlyozom, mert nagy munka lesz a kollektív tudatban, hogy ez a Grigori Grabovoi féle tudásrendszer sok-sok embernek, de szerintem majd ilyen ugrás lesz, aztán majd hirtelen mindenki megérti, ja, hogy tényleg, hát itt jár köztünk, és terjeszti a mindenható bölcsességét. Az egyik, hogy a gondolat, ezt itt le is írtam egy mondatba, a gondolkodás, csak mondom, elment a formátum, alapvető törvényéről. Ő ezt elmondta, hogy ha információt adok át, az fénysugárra alakított jel formájában történik. Értitek? Tehát tulajdonképpen, amit írva, hogy beszéltünk, hogy szféra, boldogság, elküldöm. Ez egy gondolat, amely megjelenik egy információképpen, és ezt, és a legzseniálisabb ebben, hogy ezt ilyen kvantumkamerákkal rögzíti, hogy akinek elküldöm, azt a szellemem odarakja neki. Csak ugye az emberi szem nem látja. De én ilyenkor mindig csak azt a segítőmet mondom, aki ezen az úton egy kicsit úgy lögdösött, hogy hozzam be ezt a tudást, hát ez abszolút jó. Látja az aurát, mindent lát, az aurát tökéletesen, és amikor elmegy a hölgy, mondta Judit, azt mondta, hogy szférába tegyem az egészséges májamat, de hát most akkor jól csináltam, nem jól csináltam, és azt mondta, itt van előtted ez a gömb, látok egy gömböt. Ott van előtted ez a gömb, amit most mi kimondtam, igen, az már meg is jelent. És erre mondjuk, hogy amit kimondok, a szellem azonnal megcsinálja. Csak a kételkedés, a hitetlenkedés fog minket eltávolítani a céltól. Tehát ez azonnal megjelenik. A szellem arra vár, de szerintem, ahogy így egyre jobban elkezdek így ebben belemélyedni, meg érteni, meg látni, ilyen készenlétben vagyunk mi már, hogy teremtsetek már végre, hogy mondta az ő, hogy a jó Isten arra vár, hogy ismerjük már fel, hogy az ő gyermekeinek ez a feladata, és haladjunk. Csak ez a gyújtó zsinór, nem hiszem, mégsem nem sikerül. Á, de úgyis kicsi vagyok én, ez hányszor megkapom én valakiktől, hogy nem sokszor, de azért megkapom, hogy nem lehet megmenteni a világot itten. Nem, hát ezt így kicsik vagyunk, hát ez van, el kell fogadni. Ebben nem lehet belenyugodni, mert valójában, ha minden ember elkezdi magáról ezt az isteni eredetet feltételezni, nem is kell mindegy. Nem kell mindegyik embernek. Hát az, egyedül mit tudok tenni? Ugye mindig ez, hogy mit tudok tenni? Hát itt van nagyon is sokat. Technika, hogy nagyon igen, is sokat tudsz tenni. Itt van, átadom, és akkor itt az egyik szabadalom, a másik pedig, ami szintén az ő gépének is az alapja, hogy tulajdonképpen ezt a mit, nézzétek, mennyire pozitívan fogalmaz, az ember által keltett normalizáló biojel. Ez oroszból így van fordítva. Mi magunk, mit akarunk? Gyógyítani akarjuk magunkat. Mi magunk hozzuk létre ezt a norma, az azt jelenti, hogy helyreállító etalon biojel, és ez a életjel, ugye, tehát élet, mert én hozom létre, tulajdonképpen ez a második szabadalom azt mondja, hogy, és megint ezt a katasztrófát említi, de hozzá szokta tenni az Grigori Grabovoi, a lehetséges szót oda kell tenni, a lehetséges katasztrófától, és ez, mint mondtam, a betegség esetén is, tulajdonképpen az ember képes olyan biojelet, gondolati fényt kiadni, ami meggyógyítja. Ha olvasom a műveket, ha gondolkodok, ha figyelem, összpontosítást végzek, tulajdonképpen mi ezt, hogyha ötvözzük, és itt jön be a hullámszintézisről, nem hoztam többet, mert kicsit összetett, de szerintem az egyik legzseniálisabb, hogy az információt gondolattal tudjuk továbbítani, ez szabadalom védi. Hogy az információt felfogjuk, hogy mi azt mondtam, hogy az információt gondolattal el lehet juttatni. Ez azt jelenti. És erre van szabadalom. Egy szellemi szabadalom, be van jegyezve, és itt van az, hogy a hullámszintézis és kvantummechanika elméletből következik, hogy a sugárrá alakított gondolat két kvantumállapotban lehet. Részecske és hullám. És ezt már biztos sokan ismeritek, a kettős rész kísérlet és mi egymás, hogy amit kitalálok, az én is szoktam rajzolni, hogy megy a hullámom, és ugyanabban a pillanatban ez lehet matéria is, tehát anyag. És ezért vagyunk mi egyszerre, konkrétan, mint a Matrix filmekben az, amikor gyorsan mozog, és ugye egy filmkocka, látjuk, hogy ugrik, anyag ezen a látható, sűrű formában, de itt vagyunk hullámszinten is. És 10 a mínusz 17-en szekundumunk van, tehát magyarul egy pillanat alatt, akár sokan mondják, hogy Grigori Grabovoi képes, most is volt egy nagyon jó bejegyzés, jókat írogatnak be, csak hát tényleg tudni kell oroszul, hogy az ilyen 10 napos tanfolyam alatt
Egyik nap így nézett ki, online jelentkezett be, másik nap 10 évvel fiatalabb volt. Hogy ezt hogy csinálta, és rengeteg arcon, rengeteg formában jelentő már meg, tehát a testet hullámszinten döbbenetesen lehet változtatni, de ez is egy feladat, és nem feltétlenül, ahogy ő mondta, az az ő feladata is, hogy most itt daliás legényként, sőt, ezt ki is mondta, hogyha az ember professzor, meg doktori, most a kollektív tudatban még egy 30 éves fiatal gyerekképűnek nincs akkora tekintélye, mint egy olyan professzoros embernek. Nem biztos, hogy a szemüveget nem említi, nincs szemüvege, de értitek, hogy mit fogad el a kollektív tudat? Ez azért fontos, mert most a kollektív tudathoz nekünk alkalmazkodni kell valahol, hogy ne... Azért kell alkalmazkodni, mert hogyha elfogadja sok-sok ember, és elkezdik magukban megtalálni ezt a fényt, terjedni kell. Grabojt még azt is megkérdezték, hogy ő látta előre az eseményeket, látta, hogy ez a tudás terjedése, és rengeteg támadásnak volt kitéve, hogy látta előre, hogy ez lesz. Azt mondta, láttam, egy kicsit visszavették a folyamatot, gyorsabban ismertett volna, de végül is ráérünk. Tehát ez a... Sok-sok minden van itt még a háttérben, ami megy, és ez egy óriási, valójában ez az isteni tudásnak a szintézise minden szinten, és csak úgy lehet győzködni itt a szünet, vagy ne csak az a 3-4 ember hallja, nem győzködni kell az embereket, hanem saját egyéni megtapasztaláson keresztül majd megismerik, mert lélek szinten azonosulnak azzal, ez a fajta belső bizonyság, ez belülről kell, hogy jöjjön. És akkor bárki bármit mondhat, meg írhat, meg kritizálhat, meg lejárathat, meg rágalmazhat, hogyha az ember érzi, hogy a szavai mögött egy isteni gondolatrendszer áll, és ez nem más egyébként, mint a jézusi tanításoknak az összessége. Ezt is, és nagyon örülök, hogy ez itt van, mert ez a jézusi vonal, ez itt Grabovojnál nagyon-nagyon is ott van, egész komoly gondolatok is megfogalmazódnak is itt, és ő is vallott magáról, és ezeket tette eskü alatt is, és valójában az ő minősége egy kicsit talán segíthet azoknak, akik úgy gondolják, hogy hát jó, most ő csak egy tanító egy Oroszországból, hát azért nem. Azért annál több. Annál jóval több. Jóval több, és ez egy végtelen nyugalom, hogyha az ember tényleg hisz benne, folyamatosan követi az ember életét, és mi csak figyelni kell, és kérni kell tőle, de ő mindig azt mondja, hogy kérhettek tőlem, de először mindig azt mondja, kérjetek Istentől, a jó Istentől. Ha ő neki, nektek messze van, akkor forduljatok hozzám segítségért. Mert valakinek ugye kell, hogy ember, ha valaki szentekben hisz, kérjen tőlük segítséget, mert ők fognak nekik segíteni. Tehát abszolút nincs kizárva itt senki, de ő rögtön megmondja, hogy azt a szintet lehet lépésenként haladni, és igaziból a technikák, amiket gyakorlunk, szféra, számsor, jó-e a számsor vagy nem, kell-e a gép vagy nem, el kéne oda jutni, hogy semmi nem kell. Ugye, és itt egy hát nagyon ez. Fontos dolgot mond még igen. Grabovoj, hogy az isteni kapcsolathoz, amit ugye kiépítesz, hogy ne tegyél be senkit. Magad és Isten közé. Mert az direktben történik ez a kapcsolat. Tehát itt úgy mondja, hogy még őt sem. Tehát mestereket sem, nem tudom én milyen tanítókat sem. És ugye ez a világ pont erre hajaz, úgymond, hogy az Isten... De van olyan beszélgetése, mondja, hogy ha még... Te úgy gondolod, dolgozz, Keresztelő Jánost említette például az egyik, mert megkérdezték, hogy most mit számsora, mit, vagy az angyalomhoz, az őrangyalomhoz, kihez forduljak, és azt mondja, ha neked úgy tetszik, tehát értitek, ő nem akadályoz meg senkit, mert akkor azzal ő megint korlátozna, ez nagyon fontos egyébként. Nyilván mindig először Istenhez, forduljon Istenhez, de ha még túl messze van, ehhez már annyira globálisan kell látni az egyén fejlődését, mert ha valakire ráborítod az asztalt, akkor még távolabb kerül tőle az egész rendszer, és még inkább becsukja a kapukat, hogy eddig én nem ezt tanultam, és akkor most teljesen át kell formálni, úgyhogy folytasd, de ő nála ez van. Hogy igen, tehát hogy segítséget tud hát nyújtani, igen. Tehát hogy nem is arról, hogy ezek a mesterek, nem, tehát ők nagyon nagy segítségre vannak, csak hogy őket sem szabad betenni ugye az Isten és magad közé.
Tehát ugye az más, hogy igen, van egy segítés, kért, igen, igen, vagy hogy behelyezed, tehát hogy úgymond arra a mesterre, vagy arra a tanítóra, vagy arra a szentre tekintesz istenként. Igen, ezt nem jobb. Szabad. Igen, akkor így fogalmazva jobb. Tehát ezt nem szabad megtenned. Hanem ugye itt is ez már megint egy milyen minőség, tehát hogy érzed-e, hogy mikor van ez benned. Tehát, hogy mikor egy szentre tekintesz, vagy egy tanítódra tekintesz, vagy, mert biztos az út a tanítón, vagy a szenten keresztül vezet, akit neked éppen kijelöltél magadnak. De hova vezet? A Jóistenhez. Tehát nem lehet úgymond, egy szent nem lehet a célod, hanem csak a Jóisten lehet a célod. Jó, hát szerintem... Igen? Bocsánat, nekem lenne csak egy kérdésem, hogy ezzel a végéti számsorral állatokat is megvédítem? Persze. Van rá számsorok kutyákra, macskákra, házi állatokra, abban benne van az összes rákcsáló, a szarvasmarha, a ló. Tehát amikor kinyitod a könyvet, hát oroszul tudom, majd elkezdjük, és akkor a lónak a szügyére számsor, a ló daganatos megbetegedése, ami a nem tudom melyik testrészén keletkezik, külön számsor. Tehát olyan ásványokra, kövekre, mindenfajta kristályra számsor, növényekre, csillagrendszerekre, bármiféle, ugye most elkezdték a számsoros karkötőkkel Daniék, az is jó ötlet, megkérdezik Mónikát, és akkor éppen az asztrozófia alapján a Nimród csillag összeállás vagy együttállása, arra is számsor, mindenre adott. Hát ez valami kolosszális találmány, ez az, amikor mondta, hogy találkoztak a földön kívüliek, lejöttek, elmentek. A Moulin Rouge-ban mutatták a franciákat, mondja, mutassatok olyat, ami nálunk nincs, mutatták a nőket, asszonyokat, csodálatos lányok, az nálunk sokkal szebbek. Mentek Hollywoodba, ugye csillagok háborúja, mutassatok olyat, ami nálunk nincs. Ez egy érdekes vicc egyébként, és akkor Hollywood, színházvilág, meg hát mozivilág, effektek. Hát mi, hát ilyen űrhajóval jöttünk ide, most mit mutogatjátok itt a művi. És akkor leszállnak Grabovoi udvarán. És odaadja a kezükbe a számsoros könyvet. És ott állnak egy óráig. Ez is egy orosz vicc, ezt semmit találtam ki. Semmit, amit én itt mondok. És nézegetik egy óráig a számsoros könyveit. Hát egy bizonyos civilizáció, egy faj. És azt kérdezik, hogy elvihetjük? Mert nem volt elég időm áttanulnom, hogy lehet egy pénzügyi bevételre, meg mondjuk a diszkontrátára egy számsort, meg a keresleti kínálati mutatóra, meg egy állatbetegségre elviszik, egy nap múlva visszajönnek, beszkenelték, átszkenelték, megnézték ennek az egésznek, gondolom. Megvizsgálták, visszaadták Grabovoi kezébe, és azt mondták, hogy hát nálunk ilyen tényleg nincs. Hát ennyi a vicc. A vicc utolsó mondata még, tudjátok, minden vicc fél igazságot tartalmaz. Úgyhogy döntsétek el, hogy melyik rész az igaz. ez megint... Igen, ez egy kicsit, hogy ilyen viccesebb legyen. De még egyetlen egy gondolat a hiperboreáról, mert azért ez fontos megemlíteni, mert ez viszont Grigori Grabovoinál nincs meg, ez a mű. Nem lehet mindenre kiterjedő, mindenkinek van egy feladata. Árkadij Petrov egy olyan tudást hozott le, sok-sok reinkarnációs emléke szabadul fel az embernek, mikor megnyitja ezeket a rejtett tartalékokat. Igazából rengeteg mindenre elkezd az ember, de nem mindenki, és nem minden életre. Úgyhogy az egy kicsit túlzott, ez is egy megállapítás, megint csak, hát én sok konzultációt fordítottam, hogyha valaki nagyon ragaszkodik egy bizonyos bolygóra, hogy ő onnan jött, mert hogy ez az egy emlék nagyon élénk. De lehet, hogy előtte még sok másikon volt. Tehát, hogy sok helyről jöttünk mi, mindenkinél más aktív, vagy valaki éppen semmire nem emlékszik. Ilyen is van, ennek is van olyan az oka, itt nem kell emiatt idegeskedni, szerintem, mert most miért. De a lényeg, hogy Petrovnak ez a hiperboreai emléke, és hogyha a nevét, hát a neve az egy kód egyébként, Ark, Istene, a döntőbíró Isten volt, hiperboreál, jóval a lemúriai civilizáció előtt, magyar irodalmat nem nagyon találtok, nekem hoztak egy könyvet, 1452-es időszak, nem, tehát igen, valami nagyon régi ilyen levéltári könyv,
1452, így adták, igen, most eszembe is van már, az van oda leírva, magyaros, tört magyaros írással Hiperboreát említi. Ez egy nagyon érdekes, hogy ott pont Hiperboreáról ír. Magyar irodalomban még nem, nyilván biztos ilyen levéltári anyagokban lehetne találni. Az orosz területen jobban már aktívabb ez a munka, de ez Árkagyi Petrovannak a nagykövete. Ő ott akkor élt. És ez a civilizáció, ahol volt egy... Ez egy nagyon fejlett. Tulajdonképpen Isten emberek éltek. És ez a civilizáció, ez megvolt. Teleportáltak, nagyon fejlett technikájuk volt. Hoztak egy nem annyira kellemes döntést az akkori vének tanácsa, ezt kezdtem el itt mondani, és ott a kristály, egy bizonyos kristály valami felrobbant ezekről. Tehát valamit kellett menteni, nem éppen a legjobb döntést hozták, de lehet, hogy akkor mégse volt más. Kihúnyt ez a szikra, ez a föld magjában ezzel lehet kapcsolódni, ez majd megint el fog indulni, és amikor azt mondja Petrov úr, hogy a hiperboreai felemelkedés, ez a hiperbora, az az én, felsőbb énem, tehát ez való visszatalálás, valójában az emberi lelkek, mikor magukra ismernek, ez elkerülhetetlen, és ez nem más, mint a Krisztus tudattal való összehangolódás is. És ez a nagyon-nagyon régi civilizáció, ez mivel elpusztult, vagy inkább úgy mondja, hogy elhagyták ezt a bolygót, és az északi sarki területen az a jég, az nem természet, majd biztos itt is lenne erre vonatkozóan információ, majd itt meg fog változni a klíma is, hát Petrov úr is szeret ilyen nagyobb távlatokba beszélni, egy egészen más klíma, ott is más klíma volt, nem volt az úgy jégbe fagyva, csak utána ennek a nyomát eltüntették, és ez a hiperboreai terület majd mikor újra, tehát fognak ezzel. Egyébként szerintem expedíciók találkoztak már ezzel, csak ez is nagyon el van tussolva. Az orosz területről, az orosz alternatív irodalom, alternatív igazság irodalom és YouTube bloggerek, hát a múltkor én ezt meg is mutattam a gyerekeinek, azt is ki kéne rakni, 9 perces, egy nagyon komoly dokumentumfilm, vagy az északi sarki kutatásnál mit találtak, fotók, élethű fotók, hú, mi? 1900... De várj, az a délin volt? Mert ennyi az... Majd megkeresem, nem olyan régi, egy hónappal ezelőtt küldték, mert nem annyira régi. A lényeg, hogy ez a civilizáció, tehát sokat tudott, ott valójában ez a tökéletes minőségű ember már megjelent, eltűntek. Tehát Petrov néha, sőt erősen most már szoktam mondani, hogy itt egy nem evolúció, nem devolúció zajlott, mi sokkal többet tudtunk, aztán beszél, őnála szabadon lehet erről, de itt már szerintem nektek úgy is tudjátok, a genetikai módosítástól kezdve az idegen, a hibrid faj, ezekről mind beszél, tehát abban a Saturnus könyve is rengeteg ilyen van, hogy avatkoztak bele, az atlantiszi birodalommal mi lett, ezek mind-mind megvannak Árkagyi Petrovnál, és írja is, és tárja fel ezeket a nagyon mély dolgokat, szellemi síkot vezetve, és tárgyi bizonyítékot is, meg ugye a magyarok eredete, és ez a régi nagy Magna Tartária, az a Tartária, ez nem a tatárok, azt mondja, ez a tatárjárás is, meg ez egy teljesen más dolog. Igen, hogy abszolút hülyeség, ő is mondta, hogy és miért könnyű ott belső Ázsiába ezeket az információkat átadni. A lényeg, ez a hiperborai felemelkedés, önmagunk Krisztus tudatra ébredés, ez az istenemberi válás folyamata. Tehát ebben vagyunk, és ez egy átmeneti időszak most, az átmeneti, hogy most tényleg ez 36-ig tart, van egy ilyen szűk, vagy éppen jóval hamarabb lezajlik, mert a 3x12-t most számolhatjuk így emberi léptéke, hogy 12-t 24-36-ig, mint mondtam megint Grabovoynál, ilyen számokat én nem olvasok viszont. Petrov úr egy kicsit ezt talán ennyit kötött be a dátumokhoz, meg ami még érdekes lehet, kicsit józanabbul, vagy racionálisabban ezt szemlélve ezt a folyamatot, valakinek már most itt lehet az aranykor, mert úgy érzi, hogy aranykorban van, persze itt az aranykort, meg ezt a teljes istenemberi verziót egybehozva, hogy valakinek már most itt lehet, hogy valakinek 80 év múlva érkezik el oda. Nagyon nehéz így az idősíkon ezt meghatározni,
meg mi az a létszám, aki átkerül, és ezt a tudati ugrást végre tudja hajtani, mert végre kell hajtani. Hogy jó hét mondjak, Arkadij Petrov mondta ezt is, hogy a többség átkerül, aztán de kinek mennyi a többség, 51 vagy 80% vagy 90%. Lehet ezekkel is foglalkozni, már annyira sokat nem szoktam, inkább azzal, hogy ezt a bennünk lévő erőt terjesztjük, adjuk át, talán itt lehet, hogy fontosabb. Érdekességnek mindenképp érdekes, hogy ad tippeket, hát az meg nem annyira érdekes, hanem konkrétan ugye látja, hogy mifelé megyünk, és ez a összeomlás, de ez az összeomlás azért mégis mindig úgy van, ha nézzük meg, hogy milyen sokan dolgoznak a Föld megmentéséért, és ezért én már ebbe a teljes globális, hogy most minden összeszakad, és akkor innen másszál ki. Ezek így folyamatosan vannak azért harmonizálva. Nézzétek meg, hogy mit gondolhattatok 2 évvel ezelőtt a pénzügyi piacokról, hogy majd mikor dől be, meg már a készpénz, meg akármi, és most 23-ban vagyunk. Figyeljük meg, hogy sokszor az emberek nagyon siettetnék a dolgokat. Ez számomra megtanította ez az iskola, hogy hát az örök élettel dolgozunk. Hát nem kell, mert ahhoz rengeteg rendszert kell szinkronban tartani. Nagyon-nagyon sokrétű ez a valóságunk, ami össze egymásra ható folyamatok vannak. Nem lehet túl gyorsan az ébredése, mert sok helyzet, és a feltámadása is ez a helyzet, sok helyzet keletkezik, ami konkrétan, ez is csak a Petroviákban van, hogy a noszférikus erők, azok a szellemi entitások, akik dolgoznak a vulkánokért, a Föld működéséért, hogyha nekik nem adunk át tudást, és ők azt látják, túl boldogtalan egy ország, ez megint Grabovoj, túlságosan sok a szenvedés, akkor beindítanak egy földrengést. Például, tehát a noszférikus szellemi lények dolgoznak azért, és nekünk ezt is figyelni kell, hogy nem lehet túl gyorsan, és ez a kiáramló minőségnek muszáj, hogy egyensúlyba tartsa. Ha egy szóval mondanám, tartsuk szilárdan a föld tengelyét. Ez is ebben a könyvben van leírva, és az átmenet időszakára ezt a tanácsot adja Arkadij Petrov, az már 4. kötete, amit itt láttatok, az a hiperbore, az 2 kötet, a harmadikat most fordítjuk, a 4. most jelent meg egy hónapja Oroszországban, ami 700 oldal lett. Szellemi, az átmenet éveire segítségnyújtás, mert a rendszereket újra kell kalibrálni. Ez a szellemi szolidarizmus címet adta. Szolidarizmusnak van egy más értelme is, de igaziból itt ez a szellemileg együttteremtés, hát ugyanez, amit itt csinálunk, és ugye megint más hazamenni, utána visszajönni, mint ezt is Petrov így mondta, ott voltunk a Krímben, ugyanezt csinálták, ott volt a tolószékben ülő is, ott volt az orvos, a jogász is, meg a nagyon elesett is, és ott ültünk a konyhaasztal körül, és azt mondta Petrov, hogy na ez lesz, gyerekek. Akkor most mondom, körülbelül így fogunk majd kinézni, ezt 19-ben mondta, amikor nincs különbség, csak ezt az isteni erőteret. Valakinek ez volt a kérdése, valakinek az volt, ilyen szent dolgokról, a szellemi magaslatokról beszélgettünk, de mindenki, ott akkor még teázgattunk, sütizgettünk, de hogy nincs különbség, csak ember van. És ő így mondta, hogy ilyen közösségek majd egyre több lesz. Tehát ilyenek lesznek, egyre több. Arepjevnek is, még őt nem említettem, van egy bibliája. Ugye tudjuk, hogy a Nószövetség van új szövetség, és van egy jövő szövetsége. Ezt Igor Arepjev hozta le, ezt a bibliát. Ez oroszul megvan. Talán angolul nem tudom, hogy megfordították-e. 3 kötet. Ha majd itt lesz az ideje, majd mi is kiadjuk. Majd érjünk oda. 1000 fős. Tehát ott az államberendezkedésről is nagyon sok minden van írva, abszolút a teremtő is van beírva. Fantasztikus. Na, ott aztán lehet a szférákról olvasni, dugig van, hogy van ez a lélek, szféra és az Isten kapcsolata, és hogy majd lesznek ezek a közösségek duzzadnak, lehetnek akár 1000 fősök is, és ezekben indul meg ez a, én szoktam ilyen minisambaláknak hívni, hogy ilyen települések, hogy valahogy ugye annyira átrezegtetik, hogy más szinten kezdenek el létezni. De erre vonatkozóan Grabovojtól nincsen több információm, majd ha itt lesz az ideje, biztosan mondja, mert azért az ő fő fókusz az, hogy magunkban ezt az örök létet és ezt az örökké való teremtő erőt emeljük ki. Petrov sokkal pikánsabban magyarázgat, meg sok mindent előhoz a múltjából,
irányítja jobban az emberek figyelmét arra, hogy, hogy akár várhatók természeti katasztrófák is, de mindennek, sőt most is azt mondta erre a háborús helyzetre, gyerekek, ez most a lehető legkisebb rossz, ami mi most átmegyünk. Sokkal rosszabb is lehetne. Ezt is nehéz így elfogadni, főleg, hogyha valakinek a családja benne van. De sokan dolgoznak azért, hogy a földtengelye úgy megmaradjon. Úgyhogy, hát körülbelül ennyi, mert kimeríthetetlen meg hosszú, de szerintem adjuk át a szót másnak, nem? Csak még az mondanéteket. Vagy kérdezzetek. Mert a hiperbe az egy érdekes történet. Hát igen. Én nagyon sokszor, aki hallgatja a videómat, mindig beszéltem is már róla. Ugye mindig elmondom, hogy a legfontosabb, hogy a magyarok az ősi múltjukat jól lenne megismernék. És ez az ősi, ez a hunszkíta múlt. És ez azért nagyon fontos, és amikor azt halljuk, hogy nem fontos a múlttal foglalkozni, mert a mába kell élni, mert az nem a jövő, akkor itt mondom el, hogy pontosan a jövőre nem akarsz beszélni, mert a szkíták pontosan a hipporbeusokkal voltak jobb, akik északon voltak, és az egyik komoly feladatuk volt, hogy üzeneteket továbbítottak délfele. Ez egész Egyiptomban is. Tehát nagyon érdekes az, hogy az orosz gondolkodásban megvan ennek a lenyomata, és azok, akik ezzel foglalkoznak, azok tudják is, hogy miről beszélnek, és mi, aki ráadásul hordozói is vagyunk, miért nem is akarunk tudni. Azt Petro így mondta, és... hogy az orosz után mi fordítottuk le magyar, és így azért, van. Mert nektek nagyon nagy kapcsolatotok van velük. Így van, mi hordoztuk végig az üzeneteket. Igen. Azzal a faj, amit... Igen. Hát az egész Szibér, az egész felső, az a Hiporbea. Az a nagy, hatalmas földrész, ami megelőzte... Lemúriát megelőzte, mindegyiket megelőzött. Jó van korábban. Így van, azért van, örülök, hogy ezt említetted, mert ez nagyon-nagyon fontos, és a magyaroknak itt kell fölébredni, hogy a múltjuk elengedhetetlen a megismerése. És megkérdeztem, mentünk ki a repülőtérre Petrogradot, hogy rendben most ez a múltban ennyi, akkor írta az első könyvét. Miért kell ennyit foglalkozni a múlttal? És azt mondta, hogy Judit, ha nem ismerjük a múltunkat, nem tudunk jövőt teremteni. Pont ezt mondta. Azért van ez a felelőség. Igen. Ő már elmondta, hogy lesznek ilyenek, és én ezt mondtam lesznek. A tegnapiban is, hogy mindenkinek azt kívánom, hogy egyre több létesüljön. Csak egyetlen egy alap kell hozzá, hogy aki létesíti, ma meglegyen. A mag. Mert hiába létesít, ha nincs meg benne. Azért. És ezért nagyon fontos, hogy nagyon sokan eljöjjetek. Mert aztán nem beszéltünk össze, hogy az előadás. Nem, hát senkit nem mondom. És mindenki, csak úgy repül az idő, repül, és szerintem egy fantasztikus tudástárt mindegyik ötök. Fantasztikus. Na, köszönöm, hogy eljöttem. Köszönöm szépen. Köszönöm. Kérdés tegyetek föl, mert azért maradtuk abban a kérdések legyenek azért. Én azt szeretném kérdezni, hogy a számsorokról, és hogy a vízről is beszéltünk, hogy programozható, ha én például ráírom az örök élet számsorát a vízre, akkor magamba szívom, és akkor így már örök életet prognosztizálok, vagy akár egy betegnek is adhatom, és így segíthetek neki. Tehát csak maga a számsort kell ismernem. Igen, igen, a számsort jó, hogyha ráírod, igen. Mert akkor nem... Mert át lehet a gondolattal is ugye, igen, hangolni, meg egy áldással is. Igen. A számsor egy kicsit mondjuk úgy konkrétabbá teszi, ezért van ez egy lépcsőfok, amire fel lehet lépni, és lehet azt inni, valaki kristályvizet iszik, azt is lehet inni, ez egy program, amit be tudsz vinni, de ettől függetlenül, hogy megértsük ezt az öröklétet. Ez fontos, mert sokan, hogyha van egy sétáló utca, ahol mindig átmegyünk nap, mint nap. Mindenki tudja, hogy ez sétáló utca, mert ott nem ér minket baj, mert az autó nem hajt be. Aztán másnap kitesz, ez egyik nap kiteszik, hogy most már bemehet az autó. És mi ugyanúgy megyünk, mert nem nézzük a táblát, mert megszoktuk. Megszoktuk, hogy nem üthetnek el, ám az autós bemegy, és mondjuk történik egy baleset. Az örök élettel kapcsolatos kollektív tudati munka, ez azt jelenti, hogy folyamatos irányításban kell lenni. Tehát úgymond, amit eddig megszoktunk, hogy oda biztonságosan bemeltünk, és változtatnak ezen a szabályon, mert még aki most akkor bejön autós, ő látja, hogy bemehet,
ő hibáztathatja a másikat. Az örök élet, szoktak nekünk nagyon trükköseket feltenni, hogy kiugorhatok az ablakon, ha én tudom tudatilag, hogy örökkévaló vagyok. Persze, kiugorhat, de adja lényeg, hogy ha megmentés érdekében teszed, mert ott akarsz valakit megmenteni, akkor nem lesz semmi bajod. De Grabolya senkinek nem tanácsolja, sőt, erre van feljegyzésünk, ez is tanfolyami anyag, és le is van írva egyébként dokumentálva, hogy egy jógi megmutatta, hogy megégette magát, konkrétan elégette magát, és ő ebből utána mégis visszateremtett önmagát, és azt mondja erre Grabolya, ha elég egyszer megcsinálni a kollektív tudatba, tehát összerakta ismét önmagát, ez egy indiai eset, nem kell ezért mindenkinek megmutatni az örök életet, magán kísérletezgetni, a kollektív tudat akkor fogja ezt beengedni, tehát az autós bemegy, és neked már nem kell irányítani, hogy elüssön, hogyha az a kollektív tudat tudja, hogy az örök élet létezik, és nem lesz problémád. Amíg a halál struktúrája létezik a mi közösségünkben, a mi bolygónkon, addig így szabadon kísérletezgetni, hogy csak azért, és ezt visszatérve a vízre, mert itt kapcsolnám össze, hogy iszom, és nekem innentől kezdve nem lesz semmi bajom, mert most már én ezt a vizet iszom, ez így még enyhe túlzás. Igen. És ezzel nagyon vigyázzunk, hogy én akkor itt már védett vagyok. Ezt a folyamatos irányítói üzemmódban létet, én nem irigylem egyébként Grabovojtól, aki ennyire finom érzékelésű, ezt kibe kell kapcsolgatni ezt a kis látását, hát látja egyszerre, ez is, ezt ő maga mondta el, hogy ő mikor rájött a képességére, irodába volt, leírta, hogy az elkövetkező 30 percben, 2 percenként mi fog történni. Így leírta, kimegyek, ez a busz jön, piros kabátos nő száll le, az ott egy ilyen, tehát leírta a történést az utcából, ezt így viccesen mondja, ez is egy jó kis interjú amúgy, de az nem volt annyira vicces, amikor azt látta abba a 30 percben, hogy befordul egy kocsi, kiszáll a busz, ugye leszáll az utas, ő átmegy és elüti. Tehát először letesztelte magát, és rájött, hogy amit látott előtte 30 perccel, mint megvalósult. Viccesen mondta ezt is, hogy az egy kicsit unalmas egy idő után, amikor látod, hogy melyik piros ruhás nő jön szembe veled, itt a nőknél ő is egy kicsit elmosolja, akkor mindig tudod, hogy mi lesz a következő pillanat. De amikor te, és akkor ezt így kísérletezgetett, rájött, hogy ő látja a jövőt. Volt ilyen film is egyébként, hogy emlékeztek, és fárasztó volt egy idő után, mikor azt látta, hogy látta a katasztrófákat, a balesetet, és érezte a felelősséget, hogy ha ő ezt látta, miért nem akadályozta meg. Ez egy óriási dolog, és itt jött az be, innen a fogalom, hogy irányítói, és ezért ez a folyamatos irányításban nem elég az örök élet vizét inni, hogyha tudatilag én nem irányítom az eseményeket, nem fiatalítom magam, és nem lesz irányítói tisztánlátásom, mert különben ez egyébként kulcs ahhoz, hogy mondjuk ne szálljak olyan repülőre, ami le fog zuhanni. Mikor volt az egy rossz példa, de hát engem így nagyon kapcsolódok oda, amikor történt az a magyar buszbaleset a síelősökkel. Én akkor, ez engem nagyon-nagyon sokkolt, hát ugye a gyerekek itt nem, figyeljetek, és én akkor így megfogalmaztam, hogy hogy engedhet ilyet, ugye a Jóisten, pedig akkor már benne voltam ebbe, és hogy, és figyeljetek, és leültem, az első videó, amit feldobott a YouTube, akkor rakták fel, de lehet, hogy ezt talán meg is írtam Grabovojnak, valami levelet akkor írtam, és ebbe beszűrtem, és az első, ami feljött, ha egyetlen egy olyan ember utazik a buszon, aki örök életű tudattal rendelkezik, az megvédi a többit. Ez fantasztikus, ez az üzenet jött át egy Grabovoji előadásból. Tehát, hogy de ő olyan tudat, hogy ő úgy irányítja az eseményeket, hogy ott sosem lesz katasztrófa. Az orosz kollégák ugye állandóan repültek, és én is azért az a repülést tudom, az egy kicsit olyan, most már ezen én is túl vagyok, de megkérdeztem, hogy ti mit csináltok. Tudjátok, van amikor a boarding, amikor már be lehet csekkolni, megnézem ez pont így az egyik mondta, Román, hogy megnézem az emberek fölött, hogy kinek milyen gondolata van, úgy ráérzés, ugye megvizsgálom az utasokat. Mert azért vannak olyan furcsa gondolatú embere. Megvizsgálom az utasokat, és ha valakinél azt látom, hogy hát itt valami nem stimmel, mert egy negatív, nem az, hogy nyilván senki nem akar meghalni, amikor felszáll a repülőre, nem ez, hanem valami destrukciót lát,
Egyszerűen csak normalizálja. Tehát ráküldi az örök élet szféráját, jó, lehet egybe az egészet. De akinek különösen érzi, hogy itt valami nem stimmel, meg olyan az erőmező ott körülötte, ő az egész utas területet, aztán jön a repülőgép, de ezek ilyen pillanatok. A repülőgép, meg amikor száll a repülő, akkor is szférákba száll bele mindig, ez is Gravoly technika, bámulatos, hogy ő mindig az örök élet szférájába, és biztonságos repülés, és látja, mikor már száll fel, te csekkolsz be, és mész fel a lépcsőn, hogy látod a célt, hogy leszállsz otthon a szeretteit, tehát látod az eredményt. És ezt az irányítást minden repülés előtt megcsinálják. Ezt autóval is meg lehet, értitek? Ez bármivel. Bármivel lehet. Van rá számsor is, számsort is adott, most ezt én nem tudom fejből, de a pilótára, a műszerfalra is. Hát Gravoynak ez szakterülete, ez a repülés technológia és ennek az irányítása, mert ő egy évig dolgozott az üzbég repülőgéptársaságnál, és előre jelezte, hogy mi lesz, hol lehet műszaki hiba, és utána, tehát odaállt, ez a távoli szellemi látással megvizsgálta, elmondta, hogy itt nézzétek meg, mert az a gép az ott nem jó, az a motor alkatrész. És kinyitották, és mindig megtalálták a hibát. Mindig. Ezek a 100%-os előrejelzések az életrajzában van ez. Hát olvassátok, ez a különleges élete Gravoynak, hogy sétált az anyukájával, és akkor, mivel volt ismerős, akinek autó, gép, tehát gépkocsi park, mert autók eladásával foglalkozott, azt kérdezi az anyukáját, a 14 éves volt. Akarnád, hogy ezek a kocsikkal sose történjen baleset? És rátett egy irányítást, hogy amit innen eladnak, ebből a parkból, azzal sosem lesz baleset. Ezt is végigkövették, hogy az elkövetkező egy évben nem volt semmilyen baleset azok az autókkal. Ez is érdekes egyébként. Érdekes dolgot mondok, ha említetted a Veronát, amikor volt ez a baleset, Csíhelésből jöttek Franciaországból, én nem tudtam erről, de a családi baráti kapcsolatból voltak, akik ott meghaltak, és az egyik szülőpár megkért, hogy nézzek rá, hogy miért történt ez meg. Én nem is akartam ezzel foglalkozni. És a többet. És az jött le nekem, hogy a buszon, akik ültek, és jöttek Franciaországból visszafele, 80%-uk, akár gyerekesben is, a trianoni dolgainkat írták alá. És Verona az egy beszédes dolog nekünk, és azért kellett karmikusan ennek megtörténni, mert ki kellett egyenlítsék a karmát a nemzetségünkkel, és ugye a franciák is, az olaszok is, és nagyon sok az antalból volt benne. És akkor hát igen, ez is egy érdekes magyarázat. És valahogy kikerült a hálóra. Hát én kaptam mindenféle állapotot és mindenféle csúnyaságokat, hogy merek ilyeneket mondani. De viszont az a lényege, hogy karmikusan meg kell történni a karmát. Igen, persze. Tehát én ilyenkor nyilván az, hogy ugye ebbe a technológia rész, ez is egy magyarázat, abszolút, már is adhat választ. Úgyhogy köszönöm, mert ilyen szinten én ezt nem tudtam. Én ebből ugye ezt használjátok. Ez az örök életű tudat, és így megelőzni katasztrófákat, mert azért ez fontos. Fontos. Ja. Tehát ugye itt, itt az a lényeg, hogy itt visszatérve itt ugye a kérdésre, hogy maga, hogyha iszok olyan vizet, akkor már örök életű leszek. Itt azt kell megnézni, hogy oké, rendben, tehát vizsgáljuk meg magát a dolgot. Igen, de a tudatod beengede destruktív információt attól még? Tehát itt az a kérdés, hogy utána bejut-e a tudat, igen, hogy utána be tud-e jutni, vagy bejut-e még destruktív információ, mert amíg bejut, tehát ugye Grabova itt az egyik könyvében egy fa példájával mondja el ezt, hogy van egy fa, és hogyan lehet egy fát örök életűvé tenni, vagy ő önmagát hogyan tudja örök életűvé tenni, úgy, hogy a fa körül nem történik olyan esemény, ami őt elpusztítaná. Tehát, hogy így már más, ugye? Tehát, hogy kivágják, hogy egy erdőtűz pusztítja. Tehát, hogy így lesz örök életű. Tehát, hogyha fölmész a tizedikre és leugrasz. Tehát akkor a környezet, hogy ne történjen olyan csapás, igen, ami pontosan. Ugye téged is ér globálisan. Ezért van ez a globális megmentés, hogy dolgozhatsz te egyénileg, akik fontosak a fogok, persze, hogyha föntről valami olyan helyzet adódik.
Igen, tehát ugye az eseményrendszeredet kell úgy kialakítani, hogy ne történjen olyan esemény, és ugye pont ezért jó ugye ez az irányító, meg úgyha kialakul ugye az irányítói előrejelzésed, hogy akkor már előre tudod ezt irányítani, nem fog olyan esemény velem történni, ami engem úgymond destruktívan érintene. És ezért leszel örök életű. És ezt akkor nem úgy kell elképzelni, hogy jaj, mit tudom én, kalitkába tartod magad, hanem pontosan azért kell ez az új képesség, ez az előrejelzés, hogy ezt meg tud tenni. Hogy ez működtesd. És ugye ez a tudatnak a következő szintje. Igen. Kérdésem az lenne, hiszek abban, hogy képesek vagyunk a fogunkat kineveszteni. Most, hogyha ezt meditációba, hit által, meg a tudatunkkal ezt megteremtjük, tulajdonképpen akkor a jelen pillanatban elkezdhetem azt, hogy kihúzatom a fogam, vagy ez természetesen, amit a váltó csecsemőkorban, hogy amikor majd nő a fog, a meglévő, igen, a kérdés az volt, hogy ha tudom, hogy a fogat ki lehet növeszteni, akkor most kihúzathatom-e azokat, mert majd igen, akkor növesztek. Nem. Tehát most azért úgy nem növesztünk, vagy nem húzatunk. Valójában úgy van ez a történet. A fog a legfogasabb kérdés. Most is nagyon, de tényleg fogas kérdés, és ez egy tanácsa is Grigori Grabovoinak. Nyilván nem elvenni a fognövesztők kedvét, de ő mindig azt mondta, hogy itt a Petrov ághoz kell, mert a Petrov ágban van ebbe potenciál. Tényleg ők nagyon sok esettel foglalkoztak, és történtek is, már mondtam múltkor, hogy 13 fognövesztéses esetet látott. Magyarországon is tudok két embernek, vagy háromnak is, akinek tudom, hogy nő a foga, de folyamatosan dolgozni kell vele, folyamatosan. Megáll. Marad úgy, de nem nő ki tovább. Tehát többen is dolgoznak, ez a három eset az abszolút visszaigazolt, tehát valamit én is láttam, benéztem a szájába, és tényleg láttam, hogy ott az a kicsi fog ott van. Nyugtathat minket az a tény, hogy 100 év körül általában a harmadik fogváltás történik, van egy ilyen, a 100 évet el kell élni, de egyébként a gyönyörű zöldben is van egy ilyen, hogy ott 300-400 évig élnek, és ott is már a harmadik generációs fogukat nyűvik. Tehát, hogy jön az újabb, de a kollektív tudatban ez valahol ott van már, valahol viszont egy kicsit azért nehezebb is a fog történet, nem csak azért, mert az is szellemi fény, csak besűrítve ilyen kemény anyagban van. Minél keményebb egy anyag, annál koncentráltabbnak kell lenni a tudatnak, hogy beleálljon, és összeadódjon, mint fog. Tehát a fog és a haj, a csont, ezek a, és a csont megint világszemlélet, tehát ez tényleg ilyen megrendíthetetlen hit kell, és nagyon sok munka, akarati erőfeszítés, közben még a foghoz tartoznak ilyen nüanszbeli dolgok, hogy itt a viselkedés, szóval nem elég csak oda koncentrálni a fényt, az embernek miért veszíti el, miért hagyja ott a fogát, mi rágódik. Ezek nagyon összefüggnek, és benne van a magyarban is, sőt az egyik hölgy mondta, hogy ő azt is észrevette már, hogy melyik információt nem tudom megrágni, mert a rágás először a szájban kezdődik, és ott elkezd rombolni. Meg a szervek betegségét is először a fog veszi át, ugyanakkor a fogászat, mint beültetése elég előre haladott, úgymond, hát végül is meg tudják csinálni. Még van ilyen szintén megtörtént eset, Tajgába oda dobtak egy emberkét, előtte jól összeverték, minden foga kiesett. Túlélés feltétele volt, hogy a magokat megegye. Mind a 32 fogát kinövesztette. Két ilyen esetről tudunk amúgy. Mert ott kellett. Igen. Szükség. Ott aztán vagy túlél, vagy nem. És kinőtt mind a 32 foga. Van két ilyen eset is leírva. Meg hát van itt nagyon cifra még ott a Szibériában, aki nem evett, meg nem ivott, és mégis élt. Az orosz hadsereg tanulmányozta, befektették egy hónapig. Nem értették, hogy még nem is iszik. És mégis van egy minimális széklete. Hogy lehet így élni, hogy milyen jó lenne ilyen a hadseregben, ott is voltak az ilyen gondolatok, nem kell etetni, nem kell itatni. De ember volt, nem robot volt, ember volt. Tehát vizsgálták az agyhullámát, vizsgáltak mindenét. Annak itt nagyon érdekes dolgok, és élt. Hát jó, most majd eljutunk odáig is, de
Most nem tudod azt megtenni, holott ez is visszaigazolt eset a PRK-gyúval, hogy nagyon sok ember, aki a 10 napos tanfolyamon ott részt vesz, ott a 22 ilyen kvantumgép van, meg grabovoljal együtt, valaki utána fél évig nem eszik, minimum, nem éhes. Nem akar. De a környezet, ezért felhívom a figyelmet, a környezet, a családtag. Hát biztos elmegy. Hát bolond vagy. Tehát ha a környezet ezt nem fogadja el, a saját anyja miatt szokott vissza, vagy mert azt mondja, hogy már olyan szinten presszúráltak, hogy ezt te nem csinálhatod, mert így nem lehet élni. Tehát hogyha különbözőek ezek a tudatszintek, nem egy ilyen, Ausztriában is van egy úriember, hogy kiment, alakított egy ilyen, hát ő maga kivonult a társadalomtól, tényleg leszokott az ételről, nem kellett neki semmi, visszajött Bécsbe, sétált, pékség, illat, szóval itt nem lehet. Hát itt akkora a kísértés, tehát hogy itt nagyon nehéz tartani, lehet tartani, csak jó nagy erőfeszítésbe telik. Úgyhogy a környezet, ahol élsz, akikkel együtt élsz, ezt elfogadják-e, és még egy a fiatalitásra is, nem mondom, hogy mindenki hagyjon ott csapott papot, de a nagymama, az unoka, a te korosztályi és a kollektív tudatban elfogadott, hogy kell kinézni egy nagymamának, egy nagypapának, ez sajnos gátolja a fiatalodást. Azt mondta Grabó, hogy ha gyorsan akarnak fiatalodni, de szerintem mondjuk ezt ki lehet próbálni, 3 hét tengerpart, ahol senki nem ismer. Mert a tenger, a végtelenség egy teljesen más információ érkezik, és nem mondják meg neked, hogy most te most nagymama vagy, vagy ki vagy, hanem, hát vannak azért ilyen képek, hogy 95 éves ember, hát úgy néz ki, mint egy 50 éves. Tényleg, azért van egy török ilyen ember is, aki érdekes. Ne, a Balaton is jó szerintem, most nem feltétlenül kell a tengerre, de nyilván a tengernek van egy... Igen. Még annyit ide erre, bocsánat, erre a fog felmenni. Kinövesztéses témára, hogy tulajdonképpen, hogyha megnézed a saját eseményrendszeredet, meg mindenki a sajátját megnézi, tehát fogkinövesztést már csináltál. Ugye 6-7 éves korodban, ugye amikor a fogváltás megtörténik, és ugye, tehát maga ez az információ, hogy kinöveszted a fogad, az megvan. Az már megvan. Tehát az benned van ez az információ, és ugye erre megvan ez a konkrét technika, hogy ezt megcsinálhatod. De ugye miért pont ezt a legnehezebb ugye kinöveszteni, ugye ezt a legsűrűbb anyagot? Mert hogyha belegondoltok, a fizikai testetekbe melyik részetek az örökké való? A fizikai testben. Van örökké való részed. Melyik az? Ki mondta? A fog, hát a csont, így van, a csontozat. Tehát ha megnézed, a csontokat több ezer év múlva is ugye előszedik, és ugye ez pontosan a feltámasztás technikának, meg technológiának az alapja, tehát hogy a reprodukció ott indul meg legelőször, ahol az adott ember a legsűrűbben megtalálható az adott dimenzióban. Tehát ez ugye... Így van konkrétan, azt hiszem, így van leírva ebben. Igen, kivesézzük én már ezt, akkor annak idén feldolgoztam, ott 50 technika van, nagyon sok eset. De a csont az örökké való. Tehát de, az... de igen, majd ez fel fogja adni a leckét. A kollektív tudattal kapcsolatban volt egy gondolataim, hogy most akkor, ha a régiben vannak olyan információk, amit sokan, akik mondjuk még nem tudatosak, igen. Azok automataként így beemelnek, hogy átvesznek. Aztán vannak, akik már fejlődtek, és akkor azt mondják, hogy hát belém, én aztán nem veszem ezt át, mert önállóan tudok gondolkodni, és van elképzelésem, és a következő, hogy akkor most át kell írni a kollektívet, vagy létrehozni egy új kollektívet. Mi azért is adtuk ezt a nevet, mert most valójában egyszerre létezik, ez a hiperboreában is le van írva a kettesbe, hogy egyszerre létezik azok, akik a régi minta szerint élnek, azok, akik már használják ezeket a technológiákat, de még nem kellően sokan ahhoz, hogy ez a gyors teremtés, mert akkor a szervek meg a gyógyulás is sokkal gyorsabban tud történni, hogyha ez a, és ez a fogalom megvan egyébként Grabovoynál, így hívja pont ebbe a feltámasztás könyvbe, azért azt mondom, nagyon sokat foglalkozik ezzel, hogy létre kell hozni a kollektív tudatnak azt az új kollektív tudati szintjét, ami már, és ez egy tényleg egy kettéválás, hát amiről itt beszélünk, ahol már mindenkinek elfogadott, hogy így lehet, hogy gondolatilag lehet irányítani, hogy valójában lehet teremteni, hogy ilyen erővel rendelkezünk, mert
ha eléri a ebben az új kollektív tudatban a résztvevők egy bizonyos száma, hogy most ez mennyi, ezt ő nem szokta meg, nem százalékoltat, kellően sűrűvé, tehát már egész sokan ezt követik, onnantól kezdve, hát mondjuk nagyot ugrik ezzel, de megint mondja, vagy már annyira vagyunk előbb a fiatalodásnál, hogyha elfogadja a kollektív tudat, hogy nem kell feltétlenül öregedni, talán ez így gyorsabban átmegy, mert a fiatalodás ugyanolyan rendszer lehetne, mint az öregedés struktúrája. Miért kell nekünk öregedni? Isten is öregszik, öregszik, Isten sem hal meg. Akkor itt valami nagy hiba van, csak ezt ugye túl kéne gondolnia az embereknek az agyában. Hogyha sokan kezdik el elfogadni, hogy a fiatalodás lehetséges, olyan 40 éves kor után nem fognak öregedni az emberek. Mert olyan sűrűvé válik, koncentráltá válik a tudat, hogy konkrétan már nem engedik öregedni. De ha ő valaki ebbe a kollektív tudatba is egy kicsit kilóg, és ő mindig azt gondolja, hogy hát ő 80 éves ráncosnak akar kinézni, és tiszta fehér hajjal, szabad akarat meg kell neki is engedni. És erre van egy még erősebb példája. Ha 1 millióan vannak ebbe az új kollektív tudatba, és már mindenki örök életű, de egyetlen egy ember még ragaszkodik ahhoz. Mert már az 1 millió év után mondhatjuk, hogy hú, de idealisztikus ilyenről beszélni, meg hát milyen távoli ez. De Grabovoyra azért jellemző ez, hogy 1 millió évet így bedobja, hogy addig éltek. Ha 1 millió, már 999 az ember, én most már pihenek, mert már most nincs feladatom. Neki meg kell engedni annak az egynek, hogy eltávozzon. Ezt is elmondta. Ez is egy nagyon érdekes. Lehet, hogy messzire jut a gondolkodásban, de ő ezt a végtelen szabadságot felajánlja az egyénnek, viszont azt meg megérthetjük, hogyha a közösségben, és ezért nagy szerepe van ezeknek a köröknek, mert itt már nem kell bizonygatni a te igazadat, ezen már túl vagyunk, hanem csak dolgozni kell, és ott gyorsabb a regeneráció. Meg gyorsabban megy a teremtés is. Hát nincs ellenállás. Hát mert nincs, már nem kell az az információs nyomással. Az egy nagyon, nagyon sokat kivesz az emberekből. Látom, hogy sok ember, igen, tudja, hazamegy, már megint leteremtik a fejét. Már megint. Vagy a munkahely, az még egy ilyen vérszívó közeg, hogyha valaki, mert kell a pénz, igen, tehát én azért is mondtam, hogy itt, akkor abba kell találni valami olyan motort, ami új lendületet ad. Ezzel is foglalkozik Grabovoy. Tehát, hogyha pénzre igen. van szükséged, akkor igen. ne úgy kezdj el gondolkodni, hogy mint régen a hagyomány, tehát hogyha ismered ezt a technikát, akkor már tudsz teremteni magadnak. Tehát, hogy ez másként kell rá gondolnod, meg másként kezd el működni. Tehát akkor már nem ugyanazt a régi technikát. Tehát itt ez most egy példa csak, hogy én szeretnék telefonálni, mondjuk, és akkor én elkezdem, mit tudom én, itt a házba keresni a telefont, hogy hol van, mert az volt a régi technika, és na, van telefonod, hogy tudj, és nem használom a mobiltelefont, mert ugye itt van. Tehát ez ugyanez a technika. Tehát, ja. Bocsánat. Igen, tehát ugye, hogy az a technika, hogyha most én elkezdeném itt keresni a házban egy telefont, hogy szeretnék telefonálni, de már van annál egy jobb, mert itt van az asztalon, és azonnal tudom használni. Tehát, hogy ez egy másik fajta technika már. Tehát, hogy a saját életünket, a hétköznapi életünket ezzel a tudati technikával, meg technológiával sokkal könnyebbé tudjuk tenni, mert már olyan kézzelfogható technikákat használunk, meg tehát amivel már a nehézségek, úgymond, azok, hogy a Judit csak is mondta, nincs, kell, igen, eltörpülnek. Vannak ezek igen. a technikák, és hogy ezt kezd el alkalmazni, és hogyha nem sikerül igen. egy, akkor, tehát itt a Grabovoyt is ugye kérdezték, ezt Judit szokta mesélni, hogy meddig kell csinálni egy technikát, vagy egy irányítást, amit mondjuk szeretnéd. És akkor ő megint egyértelműen megfogalmazta, addig, amíg el nem érted a célodat. És kész. Tehát addig csináld azt, amíg el nem érted a célodat. Na, keres egy újat. Igen, és utána keres egy újat. Tehát, hogy ezzel a technikával addig csináld, amíg azt, amit szerettél volna, ott nem teremtődött, vagy meg nem teremtődött, vagy meg nem gyógyítottad magad. Addig csináld. És utána elérted. De nyilván, tehát ezt úgy a munkánál jutott eszembe, láttam, hogy ez sok embert érdekel. Aki már kiég a munkahelyen, és azért látom, 40-50 év körül ez egy általános tendencia, akkor azt javasolja Grigori Grabovoy, mert hát emberek vagyunk, és mai világban még nehezebb munkahelyet, hogy akkor
lépjünk a teremtő helyébe, lássuk azt, hogy mi akkor már abban lejjük örömünket, hogy tanítjuk a többieket, hogy átadjuk a tudásunkat. Nyúljunk valami új szinthez, ami addig nem okozott örömöt, vagy nem figyeltünk rá, mert csak hajtottuk, hogy tudás, de vannak ilyen dobozrendszerek. Nem mindenki tudja azt. Én is kiléptem, de nem mindenki ilyen azonnal így belevágós, hogy akkor kiépíti valamit, mert én ebben láttam, mondom, csak azt akartam, hogy terjesszem a tudást. Ez egy kulcs szó egyébként, hogy az adott helyen, ahol vagy, egy új örömforrásra, hogy ráakadj, az lehet, hogy éppen az, hogy te leszel valakinek a mentora, a besegítője, a rásegítője, és akkor örömöt szerzel, mert legtöbbször mi a kiégés nincs, öröm. És ha az öröm hiányzik, akkor megáll az egész életvitelnek mind a boldogság, akkor hazaviszi az ember a gondot, tehát kell ezt az örömöt generáltatni. Ez az öröm megszerzése, hát erre rátalálni és ezt felismerni, ez megint csak egy mély önismeret, de mégis azért van ez a sok előadás a Gravoynak, hogy mindig rámutat valami, hogy ez eddig miért nem jutott eszembe, hát de tényleg, hát valami örömforrásra kell, hogy lejjek. Vagy egy új szakterület, vagy egy új képzés, de ez az egész, hogy sikert érjen el ott is, mert azért azt valljuk be, úgy nehéz teremteni, hogyha anyagi gondjai vannak az embernek, és most nem feltétlenül kell a bőség állapotát pénzben kifejezni, ezért mondta, hogy ez meg fog szűnni. Tehát ez attól függ, valaki úgy kapja, hát ez a kosár közösségünk most tényleg most eszembe is jutott, ott nem pénzbeli, ott egy egészen más, már egy cserét működtettünk egyébként, és mindenki elégedett, az abszolút jó. Hát ott magunk közt, hát ott nagyon-nagyon érdekes dolgok kezdenek el történni, úgyhogy itt már mindenki kezd majd, és ez majd fog teljesedni, de ez is szint, és hogyha az ember meghozza a döntést, lehet, hogy kiszáll onnan, csak fél, hogy nem lesz az a jövedelme, de máshonnan meg ugyanaz visszafolyik. Mindenkinek próbálunk valami olyat, amit összeszedünk ezekből az ismeretekből, mert ahány élet, meg ahány lélek, annyiféle választás, és azért arra is kell figyelni, ez is csak egy jó tanács, hogy ne fejj el azonnal a szellemi világba, mert ha valakinek van családja, van partnere, van férje, meg van gyereke, róluk is kell gondoskodni. Tehát ezt is így fogalmazta meg, pont Vyacheslav Konyev volt, jött egy 50 éves hölgy, azt mondja, elege van, ő most már világot ment. Nem érdekel, megy el a családot, hagyja őket, és ő csak ezzel. És azt mondja, na, ezzel nem, hogy teremteni fogsz, ezzel rombolsz, és a harmóját meg kell őrizni, mert különben még nagyobb, hát már van puttony, nem? Hát tehát ennek azért, ez nem úgy van, hogy akkor most világot mentek, és akkor itt. Szóval nem, harmonizálni kell. Kicsit ide, kicsit oda, és ezt az egyensúlyt, igen, ez egy jó szó, ez muszáj. És hogyha az ember belül úgy érzi, hogy valamiből sok, akkor a másikból vissza kell vonni, vagy nemet mondani. Én most pont ezt teszem már, kicsit is úgy eljutott, hogy nem kell minden áron, meg hát tényleg van az embernek családja is, de hát valahogy így egyensúlyozunk. Tehát ugye pont amúgy a technika része pontosan az öröm. Tehát, hogy maga az öröm és a boldogság, az szervesen a technikának a részét képezi. Tehát ugye, ha te használod ezt a technikát, akkor a környezeted is boldogság kerül bele, és boldog leszel, meg a környezeted is elkezd boldoggá válni. Csak ugye, hogyha mondjuk te kiadsz egy irányítást, valami most egy Judit itt ezt a munkahelyes, meg a több pénz példát mondta, kiadsz egy irányítást, hogy te szeretnél több pénzt keresni. És az mondjuk egy folyamat úgy indul el akkor, hogy kirúgnak a munkahelyedről. Úristen, elindítottam egy valamit. Hát de pontosan, tehát előbb el kell engedni valamit, hát hogy egy olyan munkahelyed legyen, ahol több pénzt tudsz keresni. Tehát teljesen logikus a folyamat, tehát hogy csak végig kell venni. Tehát ahhoz, hogy itt ezt el tud kezdeni működtetni, ahhoz benned, úgymond az elengedés technikáit előbb meg kell sajátítanod, meg kell tanulnod, hogy vannak dolgok, amik jönnek, mennek, és ezeket folyamatosan elengedni, mert ha ezeket nem teszed, és utána mondod, hát ez nem is működik ez az irányítás, pont te vagy a gátja annak, hogy ez az irányítás megvalósuljon, mert mondjuk ragaszkodsz egy olyan dologhoz, amit az újat nem tudod beilleszteni
annak a helyére, mert előbb azt a valamit el kell engedned, hogy bejöjjön az új. Tehát, hogyha mondjuk ja, van egy feleséged, de szeretnél még egyet, akkor... akkor hát, hogyha te már a férfiakat mondtad, mondom, akkor én mondom a női példát. Tehát, előbb el kell engedni. Igen, igen, igen. Tehát ahol el kell engedni az egyiket, hogy legyen egy másik. Igen, igen, pontosan. Igen, itt most, ha ezt Magyarországon mondjuk ezt a példát. Na jó, van-e még kérdés? Van valami? Vagy? Kérdezni, hogy a számsoroknak milyen szerepük van, mert az is elmozott, hogyha jól tettem, hogy közvetlen kapcsolatot teremtsünk a teremtővel. Akkor a számsoroknak milyen funkciói van ebben? Hogy a számsoroknak milyen funkció van abban, hogy például kapcsolatot teremtsünk a teremtővel, ez a számsoron keresztül, hogy mi a funkciója a számsornak. A számsor rögzíti, tömöríti azt a célt, amit el akarunk érni, erre mi megkaptuk ugye az információt számsor formájában, lehet szimbólumokkal, betűkkel is irányítani egyébként, ezekkel is lehet, csak ez egyetemes jelrendszer, mert ugye ezek a számjegyek, a 9-es is mindenkinek 9, és most nem római, hanem ugyanezzel, ezzel a mindenki számára ismert számjegyekkel kell dolgozni, és nem kell, mert lehet színekkel is irányítani, például lehet hangokkal is irányítani, Grabovoiról is kevesen tudják, hogy ő hanggal is, tehát ha elkezd az ember visszatalálni a forrásához, elkezd megváltozni a hangja. A hang által irányítás, ő tud úgy beszélni, hogy azt a frekvenciát adja ki, amivel meggyógyul a másik ember. De a szám jegynél nem kell mellé beszélni, hanem nagyon egyetemes, ez nagyon fontos. Ugye Grabovoinak akkor most már talán leszűrtétek, a tanítása egyetemes, hogy mindenki számára, és ez nem csak a földbolygóra van kiterjesztve, tehát ő még erre is gondolt, hanem mindenütt, ez mindenütt alkalmazható, mert mindenkinek erre az útra kell rátalálni, és a szám sorral tulajdonképpen egy olyan, hogy ezt ő hogy választotta ki, ez egy külön téma volt, még Jakab István tette fel Vyacheslavnak, hogy akkor mégis hogy jött, és azt mondta, hogy látja a májat, látja az egész kvantum állapotát, rezgés szintjét, színét, formáját, ebből, és látja, hogy ott van mondjuk 100 000 számjeggyel, mint tényleg, mint a Matrix film, hogy be lehet kódolni, és ebből kiválasztott 12-t, ami a legerősebben azonosul a máj információjával. Azzal a máj információval, ami az egészséges májat jelenti. És ő ezt azért hozta az emberek segítségére, akár receptre is lehetne írni, és akkor az lenne a kollektív tudatban az elfogadott, hogy ez és ez és ez. Igen. Egyébként ezt mondták még ott 13-ban Belgrádban, hogy ez lesz a jövő, először számsor, mert nem kell semmi, mint mondjuk, de valami kell az embereknek. Sőt, aki itt nagy konzultációkat tart, ez és ez a bajom, adjál rá valamit, és akkor leírnak akár egy oldalnyi számsort, lehet sokat is írni, hát ez nagyon sok idő. Hát ha most 50 év alatt erre tellett, akkor most ennyit kéne gyakorolni. De hát ez 3 óra irányítás. Hát nekünk itt nem egy olyan esetünk van, főleg, hogyha valaki nagyon súlyos, lehet, hogy 4-5 órát kell. Nem meditálgatni, akár folyamatosan, tehát ez a 4-5 órát úgy értsd, mert van olyan eset, hogy tényleg ki kell szállni abból a mókuskerékből, abból a körből, mert nem tud fókuszálni, mert benne marad abba az információba. Aki úgy gyógyult meg, hogy azt mondja, akkor itt hagyjatok. Ott volt a táborban nálunk, tehát nem jósoltak semmi jót az orvosok, nagyon-nagyon súlyos betegség. Elköltözött, bár ő ment a családjával. Ott hagyott minden, csapott papot, kimentek a természetre, tanyára, és agydaganatból is meggyógyult. És csak ilyen tudati technikákkal is Grabovoi adott neki egy nagyon nagy lökést, hogy ezt a félelmet, ezt átalakítsa, de ehhez mindent fel kellett számolni. Valaki egyedül teszi meg, és azt mondta a családjának, hogy én 2 hónapra eltűztem. Megoldjátok. Mert eddig ez lett, itt voltam, nézzétek, mi keletkezett bennem. 2 hónapra becsukta maga mögött az ajtót. Ha értik, érte? Ez egy drasztikus, tudom, most nem azt mondom, hogy itt ezt kell meglépni, de... És meggyógyult. Levált arról, hogy ezt úgy nem lehetséges. Hány ilyen, az az orosz film is, amit mondtam, hogy nézzétek meg, az örökké valóság fénye, az pont erről szól, hogy a családtagok szerető kritizálása és hitetlensége elvezeti az egyént abba, hogy ő már maga sem hiszi el, hogy ez lehetséges. Sajnos, mert van ilyen. De hát valaki meg olyan párt talál, aki abszolút ezzel
egyetért, támogatja, és akkor támogatja mindenben. Más csinálja a köztes verziót, mert azt is lehet. Hát ez nagyon, nagyon egyéni, nincs általános szabály, mert nem mondhatja meg Rava, és azért mondja, annyit gyakorolja, mennyi szükséges. Tehát addig. Vannak gyorsabb technikák, de mindenkinek más az előzetes induló. Meg itt a technikával kapcsolatban, csak így a számsorra, hogy, tehát, hogy nem mindegy az is, hogy tehát ugye maga a számsorok az egy kódolás. Tehát ez egy kódolt információ. És nem mindegy, hogy ezt a kódolt információt azt is, hogy hova teszed, tehát hogy most te gyógyítani akarsz, eseményt irányítani akarsz. Ránézésre ugyanazok a számokat tartalmazza, ugye? És ugye mit beszéltünk, hogyha leírunk valamit, vagy itt megvalósítunk, itt létrehozunk valamit, az megjelenik ugye az információs térben is. Hogyha mondjuk itt van a mobiltelefonunk, fel szeretnénk hívni valakit, de te mondjuk a számológépbe ütöd be azt a számsort, fel fogod tudni hívni azt az embert? Na itt van, itt is ugyanez van, tehát hogy jó helyre kell tudnod betenni azt a számsort, azt a kódot, hogy az működjön. Ha nem jó helyre teszed, akkor nyomkodhatod a tagom, nem fogod felhívni a számológébe, vagy a jegyzetönbe írtad be a telefonszámát, nem fogod tudni felhívni, hanem a megfelelő rendszerbe, a megfelelő struktúrába kell beépíteni. És ugye itt van, tehát, hogyha a fizikai testet szeretnéd gyógyítani, akkor a fizikai test struktúrájába kell beépíteni azt a számsort, hogy az működjön. És ott, persze, meg hát ugye, hogyha most... Igen. Ja. Meg ugye minden programozás, tehát ha megnézed... Mi a neved, nem tudom fölhívni. Igen. Mondom a neved, és nem szólom meg a telefon. Nem, igen. Mi a számod? Jó, ez a mesterséges intelligencia. Ja. Hát ez közvetlen a forrási idő. Igen, de az is a kódolat. Tehát, hogyha megnézzük az összes számítógépes program, vagy minden applikáció, amit megírnak, az mind-mind számokból, betűkből, karakterekből tevődik össze. Tehát az is egy kódolva van, és ugye a programozók, azokat mindet értik ezeket. És ugye ez alapján működnek a mobiltelefon. Tehát ez ugyanez van velünk is. Például valaki beszerelt a fogja. Szerintem sok munkát. Van rá számsor, igen. Igen, tudom, mert van arra is. Számsorokat. Igen. Akkor ez például olyan, hogy tudom, én most leírom ezt a számsort. Kirakom a hűtőszekrényre, vagy bárhova, ahol ugye napi szinten, mondjuk a laptopomra, oda is. És folyamatosan mandrázom és nézem, akkor előbújtom, ez működik. De most igen. Ez a legjobb válasz. Igen. Igen, azt mondta a hölgy, hogy igen, főleg ha a hűt... De várja, nem tudták az elején se értett. Ja, a számsort kérdezte a hölgy, hogy leszeretne fogyni, és akkor mit csináljon a számsorra? Kiteszi a hűtőre, és minden nap mandrázza, sokszor akkor lefogyok. És akkor mondta a másik része a hölgy, hogy főleg, hogyha a hűtőre kiteszed, és nem nyitott ki a hűtő. De azért van olyan, aki, hogy sok, persze ez visszatérő női örök kérdés, hogy valaki mondja, hogy ő nem eszik semmit, és mégis az információ etet tulajdonképpen, és mi az az információ, mert tényleg van olyan ember, aki abszolút nem, tudjuk, persze lehetnek ott hormonális bármilyen dolgok, de mi az az információ, ami miatt az ember ezt a védő réteget maga köré teszi, vagy éppen ez az ide, mi úgy szoktuk ezt irányítani, hogyha valaki ezzel dolgozik, hogy az ideális testsúly, mert hogy te azt mondod, hogy nem tudom, 60 kiló, de neked 62 az ideális, tehát jó, itt most a 62 is ideális, tudom, de Marinának van egy nagyon fontos anyaga, amikor a PRK-gyúval, ők ugye, és képzeljünk egy olyan embert, aki orvos, és Grabovoljal együtt nőtt fel, az ő édesanyját megmentette a halálból, ez is nagyon fontos, mert ha nincs Grabovoj, akkor nincs ez az életmentés, és azóta is a fő követeik ők ketten. A lényeg, a PRK-gyú eszközzel, és hát ő is sokalta a testsúlyát, elkezdett dolgozni, és én ennek tanúja voltam, emlékszette arra? 20 kiló mínusz. Úgy jelent meg, hogy 50 kiló, tehát egy hasonló kaliberű, nem, picit lehet magasabb, nem tudom, de hát idősebb nálam, és egy, sőt, már nem tudom, 40 akárhány körül volt, és így ránéztünk, és mondom, mi van? Akik egy olyan mondták, biztos beteg. Hogy valami azért fogyott le. A PRK-gyúnak a célja, amit ő kitűzött,
ideális testsúlyom az örök életre. És ő ezt megvitatta egyébként Grigori Grabovja, ilyen látványos fiatalodást nem látott még. Grabovja látta azt, tanúja voltak annak, hogy egy hölgy, hát olyan szellemi szinten volt, vagy mondjuk úgy ott tudatában annyira beengedte ezt, hogy olyan szinten kezdett el percek alatt fiatalodni. Ez megtörtént, hogy Grabovja mondta neki, hogy elég lesz. Mert már nem lehetett ráismerni az a fénykép alapján. Nagyon drasztikus fiatalítás. Tehát ugye ez ilyen tesztüzemmódban, de úgymond elmondta a fiam, hogy akkor egyszer lehet, hogy ilyen gyerekképűre lehet visszafiatalodni. Tehát ugye, hogy ez drasztikus, de Marinával az történt, mert ő ezt a tanúvallomást közé is tette, én a mostani anyagokban is olvasom ezt, ezen az új honlapon, amit fordítunk, amúgy ott van. Ez azért ilyen aktív most ez az emlék, ott nagyon sok ember egy ilyen fél év gép, ezzel a kvantumgéppel való használat során nagyon furcsa teremtések indultak el jó irányba. Tehát ő maga is meglepődött, hogy mi történik most vele, hogy ennyire, és nem csinált semmit, csak ez az örökkévaló fény rajta keresztül. Más hölgy is mondta, hogy egyszerűen csak az örök élet információjával dolgozott, hogy ideális testsúly az örök életű fizikai testhez, és egyszerűen a szervezet maga így döntött. És nem is volt kedve enni. Tehát ugye itt elkezdődött egy olyan folyamat, hogy megtelítődtek úgy fénye, ezt én most már nem tudom, 10-ből 4 embernél hallom vissza, hogy nem akartak már a táplálékkal foglalkozni, aztán mindenki visszatért, és a hölgy is visszatért akkor, hogy befejezzem a mondandómat, ez volt 18, 20, 25 év múlva, és elindult utána, azt megvitatta Grigori Grabovja, hogy éppen, hogy mi zajlott meg, hogyan, nem tudom, nem hízott vissza annyira, de visszanyerte a testsúlyát, tehát ment vissza. Szóval ez egy nagyon kényes kérdés is. Én azt veszem észre, nem adja annyira egyszerű, és azért az orosz kollégákat megfigyelve, én elmúlt 10 évben mindig próbálom valahogy vigasztalni a kedélyeket, aki nagyon a súly feleslegétől aggódik, mert persze nehezíti a szívet, tudom, meg minden nehezebb így, de hogyha valaki nagyon ezen stresszel, és itt a legjobb példa tényleg Román Gireilo, aki azért szép szám, magas dali ember, de kapott olyan szteroidokat, olyan gyógyszereket, olyan mérgeket, azt mondja, amit egyszerűen még mindig nem tudott kipucolni magából, és nem tud, nem is akar. Tehát ő próbált fogyni, mert hogy figyeli a test folyamatait, de azt mondja, az sem jó, és amikor nagyon lúgos, savas táplálkozással mindent centizünk, vagy kalóriát számlálunk, azt mondja, ezt kevesen figyelik, hogy a szellemi szinten ez az állandó stressz, az egy savas gondolkodás. Edz te lúgosan, mérheted a kalóriát, ha állandóan ezek a negatív gondolatok vannak, hogy kényszeríted magad, korlátozod, a savas gondolat mindent széttör. Úgyhogy ő inkább, hát megfigyelte magán, ezt úgy el is engedte. De ezért én mindig szoktam mondani, a tornamozgás kinek hogyan jó. Petro úr is sétálgat napi szinten, nem tudom hány kilométert. Hát mindenki most milyen erőléti állapotában van, és tornáznak, meg sétálnak. De az étkezésre ilyen nagyon szigorú szabályaink azért nincsenek, mert ez nagyon megosztja most a kollektív tudatot. A húsevés, növényi étkezés ugyanez az orosz kollégák. Ha sokat vagy úton, nagyon nehéz a csak vegetáriánus. Régen nehezebb volt, most már azért könnyebb nyilvánvalóan. De akkor ez is egyéni. Akkor nagyon megosztod, akkor azt mondod, hogy jó, akkor már húsevő nem emelkedhet fel. Ezek annyira vitatott témák. Bele és Grabovja is 13-ban mondták, megkérdezték így Marinát, aki látta napi szinten, hogy Grabovja eszik húst, és azt mondta, hogy tudom, elsőm szerint igen, eszik. Eszik, mert át lehet, erre van az élelmiszeres könyv, át lehet alakítani azt az információt is. Lesz majd olyan, amikor ugye nem öljük az állatokat, és meg lesz ez a paradicsomi állapot, de most még nem ott tartunk. És ugyanez igaz a fényevésre, meg a nem étkezésre, vannak már közösségek, de nagyon nagy túlkapásokba esnek, sok ilyen orosz történet volt, és akkor éheztetik a gyereket, és végül elment a gyerek. Tehát ez magyar történet is volt, ilyen tudom, de az orosz szellemi közegben, és az egy olyan közeg volt, senki nem evett. De hát egy fejlődésre lévő gyereke, és ugyanez igaz, most pont valakivel beszéltem, hogy a gyereke meg nagyon, tehát kell a húst otthon készíteni, ő meg undorodik tőle is, mint háziasszony, akkor hogy oldja fel, hogy benne ez egy olyan gát.
pont ez egy tegnapi történet, mondom, hát igen, ez, tehát megint egyensúlyba kell ezt tartani, hát akkor be kell szerezni valahonnan. Tehát az én hitvallásomat nem lehet ráerőltetni egy gyerekre, meg egy fejlődésben lévővel. Lehet, hogy van, aki zöldségevő gyerek, hát vannak ilyenek, tudom, meg fényevő gyerekek. Tehát értitek, itt ahány gyerek, nem? Itt minden a tudatban dől. Itt minden. Minden a tudat. Mi ennek, ezt hoztuk. Minden a tudat. Ha belegondoltok, a reklám, ez egy nagyon-nagyon jó példa. Teljesen mindegy, hogy miről szól, ha adott ponton sűrűn reklámozzák, a te tudatszintű állapotodnak megfelelően szépen elkezded majd először tiltakozó, nem, először az, hogy nem érdekel. Utána ráfigyelsz, és utána elkezded keresni, hogy ez neked miért lehet jó. És utána el is hiszed, hogy jó, sőt, mi több utána azt mondod, hogy te már csak húsevő leszel, te csak vega leszel, meg aztán fordulsz guruk irányába, igazából egyet nem veszel észre. A tudatállapododat tesztelted le. Ha igazából nagyon tudatos vagy, bármi lehetsz. Egy a kérdés, hogy a reklámnak engedsz, vagy annak a belső intuíciódnak, hogy neked mire van szükséged. Igen. És itt a legeslegfontosabb, és amikor arról beszélünk, hogy az intuíciót, a belső hangot, akkor pontosan elmondja, ehetsz is, meg nem ehetsz is, fogyasztasz, nem is. Kérdés, hogy te hol vagy ebbe. És ha ezt érti valaki, akkor igazából neki nem reklámozhatnak bármit, mert pontosan tudod, hogy nem a reklám alapján veszel, hanem az érzeted alapján. Meg csak megszokásból. Igen, igen, igen. Nagyon jó. Hát szerintem nagyon tartalmas volt, ugye? Ha szeretnétek, hogy még majd egyszer újra... nem hallottam jól. Jó, köszönjük szépen, adjuk át.